sziasztok! Csumika, azt mondja, oké? Aha, persze. Na, Zia, izgulsz? Nem, kicsit csak. Kicsit csak. Kire? Hogy hívnak? Németh Zénó. Mi a művész neved? Rendületes zendület. Az azért meghatározó statement van. Hány éves statement? 17. 17. Komoly. Gyerekek, itt nézzük az anyagot. Miattatok lettem egy őrjöngő állat. Sajnálom a palit, mikor kinyitott a szádat. Elemibe bukott picsák, értetek a faszhoz. A kézügyességetek alja kirídli a fangot. Ide figyelj, Szabino, szabad szálljon a szélbe. Remélem, azt vágod még, hogy nem én kurtam félre. Tudod, mit tegyetek, boldogok, én azt kívánom. Támaszkodjon egyszerről, faszi fent a picsádon. Ne nézzetek hülyének, ne beszéljetek félre. Magyaráztok mindenről, de nem is vagytok képbe. Süvít a szádból az ígéret, mint a golyó. Most el, tumádat, az összes magyar folyó. Nem vágod a matekot, de jól bántuk a pélóval. Azt csodálom, hogy nem próbáltad ki még eddig két lóval. Faszok citerázzanak a vigyádon. A maradék eszegyár, a drogom meg a piákon. Mit akartok még? Ez a gyerek kész. 201 is eleje, ugyan úgy, mint rég. Állítsatok meg, de nincsen rajtom fék. Nincsen láb, nincsen lány, tiszta, mint az ég. Mit akartok még? Ez a gyerek kész. 201 is eleje, ugyan úgy, mint rég. Állítsatok meg, de nincsen rajtom fék. Nincsen láb, nincsen lány, tiszta, mint az ég. Örülök, hogy minden héten van időd a szolira. A jogsi pipa feketén, de nem futott a kocsira. Virágot se vecek és nem fugzottad a bot. Nem vágom. Eddig nem volt a legjobb, ez 17 éves vagy, baszki. Igen. Haver, 21 évesen szerintem az undergroundban lesz helyed. Köszönöm szépen. Mióta csinálod? Hát így félbe-hóba, amikor van időm. Mióta? Mikor kezdted ezt? Hát már 8 éves korom óta hallgattam a Blues Bravas kiadók tőlük mindenkit szinte, úgyhogy onnantól. Ember, ne hagyd veszni a tehetséget. Ja, bocsánat, káromkodni lehet, mert azt mondtam, persze, minden. Kurva jó. Köszönöm. Nyomatnod kell, tök jó az egész, rendben volt, volt benne erő, lendület, a szövege helyén volt, hímek, ritmika, nekem bejött. Figyelj, hogyha összerakod a beatot, amit kértem, akkor nyomatnám. De... Megvan benned ez a színpadra való kimenetel is, ahogy ja, jó nem parázol. Ja, a mozgás is az a volt. Ezért ez jó. Szerintem még találkozni fogunk. Köszönöm. Köszönöm. Srácok. Sziasztok. Csuma, szia. Hát bazdmeg, ez geci jó volt. Ja, köszönöm. Beszarás. Letolta. Adom. Mi volt? Magyaros volt a számok? 0-0. Szöveg is jó volt. Jött azt írva. Jó volt a csávó. Bratyász, bemutatkozva létszi, ciao. Hegedű Sáron vagyok, Szentendréről jöttem. Az igen, az földink igen. Vagy, mert hány éves vagy? 15. 15, az igen. Mióta reppezel? 10 éves korom óta írok szövegeket. 5 éve? Király. Nézzük a műsort. Változtam sokat az évek alatt. Sok ember itt hagyott, de sok velem maradt. Nem állhatok meg, mert csak egyszer élek. Tudom, hogy te érted, yeah. Változtam sokat az évek alatt. Sok ember itt hagyott, de sok velem maradt. Nem állhatok meg, mert csak egyszer élek. Tudom, hogy te érted, yeah. Tudom, hogy megváltozni nem rossz dolog. Legalábbis így gondolom, de a mic-ot fogom. Már évek óta szól a nóta. Zenélek itt is, ott is, meg a stúdióba próba. Robban a zene, robban a flow. Egy tehetség vagyok, én így gondolom, yeah. Ha nem ezzel foglalkozok, akkor nem is élek igazán. Nem göcsölök sok dolgom, mert megoldom lazán. Néke a vidékre, STE a blokkom. Hát nem is igaz, ez az igaz otthon. Magamat nem roncsolom, semmilyen szintetikus szerrel. Inkább a gyalog tiszta fel és adok ez erre, minden erő meg az erővel, yeah. Soha nem maradok len, nem vesztesnek születtem, hanem egy nyertesnek. Amíg van erőm, addig tiszta szívből rappelek. Nem kertelek, én értelek, nincsenek végletek. Ezért
sugatom ezt. A rappem a véleteken túlmegy, yeah. Hozom a szintet, sőt még többet is annál. Én vagyok, aki füzeti a piát a standnál. Én vagyok, aki nyer, ha elindulok a startnál. Visszatérve kár, hogy a pult a szarad raktál. Ebben az életben én ülök a kormánynál. Te megvárod a backseaten a csodát, báj. Változtam sokat az évek alatt. Sok ember itt hagyott, de sok velem maradt. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát bennem ilyen vegyes érzéseket váltott ki. Voltak benne részek, amik tetszettek. Volt, ami szerintem ritmikailag nem volt a helyén. Meg nekem a hangszínnel volt egy kis gond, az ilyen fura számomra. Hát igen, arról nyilván nem. Tehát mert még 15 éves vagy, akkor még az... Igen. Most fogsz mutálni a refrénben, nem? Ott volt egy kicsit ilyen magasabb. Nekem, nem tudom, nekem pont, hogy... Ja. A verzékben jobb volt, ja, szerintem a verzék. Én azt javasolnám, hogy egyrészt legyél magabiztosabb, jobban engedd el magad, éld bele magad, illetve próbálj meg szakítani minden olyan dologgal, ami már megcsináltak. Mert nekem, én megmondom őszintén, nekem unalmas volt. Azt éreztem, hogy ezeket már mind hallottam, és most nem arra célzok, hogy még az elején vagy, hanem hogy én amikor elkezdtem, akkor egyből az volt bennem, hogy ne feltétlen az legyen, hogy a példaképeimet kövessem, hanem már egyből próbáljam őket túlszárnyolni, és ezáltal fejlődjek. Meg kicsit sok volt ez a jel, amit belenyomtál, tudod, ilyen fűszerbe a mondat egy végén. Az egyszer jó egy dalba, de ez már sok volt, amit te csináltál szerintem. De egyébként szerintem egybe volt így ritmikailag is, meg nem volt vele gond, csak kellett volna egy kis craft még bele. Mennyi időt szántál a szövegre? 3 hetet. 3 hét. Bocsánatok, belevágok. Én azt hozzátenném még a GI mondani valójához, hogy van, amikor jó tud lenni, ha van sok jé, például ő neki sok olyan adlibje van, ami fasza, és sok ilyen jézés van, de neki stílusos. Ez nem feltétlen volt, az szerintem. Nem jött át ez a sok jézés így. Én az díszsárnak gondolom, a stúdió felvételen igen, mások csinálom. Igen, de nem volt stílusos. De értem, amit mondasz, abszolút. Olyan kérdésem lenne nekem még ezzel a produkcióval kapcsolatos, hogy kiket hallgatsz? GI-kat, Mist, Rikót ugye, meg B-zenéit is szoktam hallgatni. Várj, most itt vagyunk, nyilvánvalóan felsoroltál minket is. De külföldieket is sokat azt egyébként. Azt kérdezni, hogy külföldön milyen vonalba vagy, mi az, ami, miket hallgatsz, úgy nap, mint nap. Van kedvenced, akitől van egy kedvenc lemezed, vagy egy kedvenc dalod, amit orba szájba nyomsz, mész suliba, vagy suliba haza? Van. Eminem, Tupac, meg Travis Scottot szoktam. Az pont egy komoly kis kontraszt. Az amúgy elég hét ugye. Köszönjük szépen. Én köszönöm, sziasztok, hello. Hogy érezted magad a fiúk előtt? Izgultam egy kicsit, de jó volt, hogy így közvetlenül tudtunk egy kicsit beszélgetni. Milyen kritikát kaptál a fiúktól? Megdicsértek, aminek nagyon örültem a végén. Igazából ide be lehetett hallani, elég nagy energia volt, ahogy nyomtad bent a kis rappedet. Kinek tetszett a legjobban a srácok közül? A B az nevetett, láttam rajta. Igazából mindenkinek volt egy kedves szava hozzám, úgyhogy nem esett. Hát akkor összességében jónak tűnik. És honnan érkeztél egyébként? Várpalotáról. Nincs nektek ilyen kis klubotok, vagy valami, akik így összejártok és hallgatjátok őket, vagy megbeszélitek a koncerteket? Hát van egy spanom, Fejérvári Kristófot üdvözlöm is innen, hogyha nézi. Vele szoktunk így szövegeket írni, meg alapokat küldözgetni egymásnak, úgyhogy vele szoktam nyomni. Jó, hát akkor gyakorlatilag úgy néz ki, hogy sikerült. Reméljük, hogy a eredménye is majd meg lesz hamarosan. Köszi, hogy itt voltál. Szabó Márton vagyok, 16 éves, 10 centiméről érkeztem. Mióta rappelsz? Körülbelül egy éve. Mi a művész neved? Cash. Cash. Ez igen. Ahogy mondod, hogy K-E-S-S. K-A, dollárja, H. Nagyon nagy. Cash. Nézzük, cash money AP. Kíváncsi vagy. West Coast. Kedvenc alapom. Megveszem a végén, jó? Mit szólsz? Adjál már! Fá!
felesleges, ne fuss az igazság előtt. Ilyenkor olyan dolgok törnek a szívedből elő. Nem érdemes hazudni, mondhatod az igazat a szemétomról, a kis kakas előbb-utóbb kik a par. WC papír kell, mert rohadt mely szarban vagy. Hat könyv szíved nyomja, hálj most a sakadra. Mondd el azt tese, amit valójában érzel. Az igaz szó értékesebb, mint az összes ékszed. Öltöny meg stb. Hú, de kamurak látszol. Ez a szerep, ami teljes magához láncol. Az állat mögött mi van az, soha meg nem mutatod. A boldogság útját, meg egy bolytán kutatod. Kamu Insta, kamu kép, kamu öltöny, kamu gép, kamu élet, kamu lé, kamu kocsi, kamu sét. Belül összetörtél, a szakarék szélén állsz már. Segítek neked, de a feladat majd rád vár. Hogy elmond nekik eddig mi volt és mi lesz ezután. És akkor jönnek rá, hogy a szíved egy nagy hamutá. Belül összetörtél, a szakarék szélén állsz már. Segítek neked, de a feladat majd rád vár. Hogy elmond nekik eddig mi volt és mi lesz ezután. És akkor jönnek rá, hogy a szíved egy nagy hamutá. Köszi a mutál! Köszi szépen! Hát én úgy hallottam, hogy nem voltál ütemen elég ja, sok helyen, az volt a legfőbb probléma. Mikor írtad a szöveget? Hónapja, kb. Hónap. Mennyi idő alatt írtad meg? 2-3 nap. Az amúgy, azt akartam kérdezni, azt tudtad, hogy a legelején ott volt egy refrén? Az alapnak? Nem. Ezt is kellene figyelned, hogy egy alapzene szerkezete hogy épül fel. A legelején ennek az alapzenének van egy refrén. Aha. És utána jön be a verze, amikor csak a clap megy, meg a piano. Ott nincsen kick, bass, semmi. Szóval egy ilyen felvezető rész szerintem. Hogy igazából az nem is szerintem is, mint a magunkat ismételgetünk folyamatosan a ritmika. De megint csak azt tudom mondani, hogy voltak nálad olyan srácok, akik kevésbé voltak ütemen, de te sem voltál sok helyen sajnos ütemen. Úgyhogy ez az egyik fő probléma, amit én kivettem, illetve nem nagyon hallottam mindent a szövegedből, mert nem volt érthető. Bocsánat, én még azt hozzátenném, amit a Rico az egyik produkciónál kifejtett, hogy én sem érzem nálad úgy, hogy a hangszíned az így repre való volna. Olyan, tehát, hogy képezned kéne a hangodat, vagy fejleszteni, javítani. Tehát nem elég az, hogy valaki csak elkezd reppelni, hanem tényleg ezzel foglalkozni kell, hogy a hangodat képezd. Értem. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Sziasztok! Szavasz, szereted az AK-26-ot? Én szeretem. És hallgatom őket. És milyen érzés előttük fellépni? Hát olyan 360 volt a púzusom, nagyon izgultam rá, de egyébként nagyon jó érzés volt, főleg, hogy megmondták a véleményüket, és én szerintem nem volt rossz egyet. Ki volt a legszigorúbb? Szerintem úgy összességében Híró. Szerintem ő, amit mondott, az teljesen igaz volt egyébként, csak szerintem ő volt a legszigorúbb. És a Hírót vagy a GIN-ot bírod jobban? GIN-ot jobban szeretem, mivel undergroundosabb vagyok, de Hírót is szeretem, egyébként sokat hallgatom mind a kettőjüket. És mióta, hát nem is azt mondom, hogy rappelsz, hanem így az egész rappel mióta foglalkozol, vagy mióta hallgatod? Hát komolyabban 5 éve, de egyébként már egészen kiskorom óta hallgatom. De 5 éve kezdtem a szövegeket írni. És akkor tulajdonképpen jó véleménnyel voltak rólad? Itt bennem nagyon halljuk, hogy mi történik ott. Hát szerintem igen. Inkább úgy voltak, hogy vegyes érzelmeket váltott ki belőlük, ők is mondták. Szerintem valamelyik őjüknek tetszett, például GI-nak, de azt mondták, hogy sok volt a jel. Sok ilyet használ? Aha, hát egy kicsit túltoltam ebbe a számba. Te csak Beatlist hallgattál régen, ne? Beatlist? Hát, meghallgattam őket is egyébként, mert édesapám szereti, de egyébként nem nagyon hallgattam őket. Hogy érzed, van esélyt tovább jutni, nyerni? Hát én nagyon szeretném, hogyha összejönne, de bármi jöhet. Én bízok magamban, szerintem igen. Hát az elején vagyunk, de azért bízunk benne, hogy lesz ebből valami. Te nekem amúgy ismerős vagy, fiam. A mikrofonban légy szí. But Kamilla vagyok, és Kuki a művész nevem. A való látom, én már hallottalak téged, nem? Van már egy videóklippem és egy lyrics videóm már a YouTube-on, meg lehet találni engem. Nem rólad készült most egy videó, ilyen csajreperekkel? De készült egy videó, mivel rajtam kívül még két hölgyről is beszélnek. Hát valaminek a körforgása a dalot címe. Végtelenség. Végtelenség körforgása, jól hallottam. Kis éves vagy egyébként? Azt is kérdezni. 21. 21. Megnézzük? Mi volt a neved? Bocsánat, művész név és a rendes? But Kamilla. Kuvuki. Dupla V-vel. Kuvuki Föld az a Csonthülye című filmben van. És ebből ez így évekkel ezelőtt ragadt rám, és igazából nem a rap miatt, hanem ez így alapból volt. Aztán így úgy voltam, hogy jó ez. Ennyi. Köszönjük. Na, nézzük. Hát
Hát mindenki ezt választja, azt hiszem. Ez kurva jó az a beat. Egyre jól rá mennek erre a West Coast alapra. Kuvuki, figyelj! Most már honnan fújnak itt a szelek, kinyilott a szemem, figyelek, már vágom, hova megyek. Itt az ördöggel csak jóba lenni lehet, hazug proféták ezek, akik csak hatalomra mennek. Elhitetik veled, szabad világ, szabad nemzet, szabad akarat, mindenki pipával így egybe. Elegem van, nem érdekel, ki uralja épp a várat, én akkor is végigviszem tervem. Van egy hírem, itt a messiás, aki meglássa ki a más a másnak, aki imitál, mert irritál. Szembe persze megy a hihá, aztán ismét támad, ennek még a tompa bot sem áll. Igen, ezek azok, vámpírok mind, kiknek nem számít, ha másik vérzik, élvezik a kint. Kapaszkodni viszont tudnak kritizálni szintén. Köszönjük. Kérlek, hadd kezdjem el erről. Igazából nem volt rossz, hallottuk ezt, csak akkor is megállítottuk volna. Csúsztál elég sokat. Igen, egyet elcsúsztam, és kérlek. Na nézzük meg. Nézzük meg még egyet. Köszönöm. Mennyit gyakoroltad amúgy? Nagyon sokat, csak izgulok. Ne izgulj, engedd meg. Kérsz egy viszkit? Nem piázok. Nézzük meg a zenét még egyszer, léci. Bocsánat. Semmi nem. Kuvuki. Tudom most már honnan fújnak itt a szelek, kinyilott a szemem, figyelek, már vágom, hova megyek. Itt az ördöggel csak jóba lenni lehet, hazug proféták ezek, akik csak hatalomra mennek. Elhitetik veled, szabad szellem, szabad világ, szabad nemzet, szabad akarat, mindenki pipával így egybe. Elegem van, nem érdekel, ki uralja épp a várat, én akkor is végigviszem tervem. Van egy hírem, itt a messiás, aki meglássa ki a másnak, aki imitál, mert irritál. Szembe persze megy a hihá, aztán ismét támad, ennek még a tompa bot sem áll. Igen, ezek azok, vámpírok mind, kiknek nem számít, ha másik vérzik, élvezik a kint. Ej, madarak mind, ej, de szárjuk nincs, ej, kapaszkodni viszont tudnak kritizálni szint. Köszönjük szépen! Okay, köszönjük szépen! Ne menj sehova, ahol. Még elmondjuk. Nagyon-nagyon bátor dolog. Igen. Csajként. Nem. Hát nem tudom, nagyon de elég így csúszott, én úgy vettem. Nem, ez az izgalomnak betudható, semmi más. Igen, nem, igen. Abszolút, abszolút, amúgy ügyes a dolog, meg az, hogy egy jól értelmeztem, egy kicsit politikai tartalom van benne, nem? Vagy nem értelmeztem? Kicsit ilyen. Az a baj, hogy pont még a lényeg jött volna, és igazából azt akartam így, igazából csak az üzenet miatt. Én úgy emlékeztem, bocsánat, hogy a klipedben a mozgásod is lazább volt, illetve ott bátrabban nyomtad őm. Soha életemben nem adtam elő még senkit, semmit így emberek előtt. Első úgymond ez volt. Hát úgymond igen. Ez komoly. Én a ritmikára jobban rámennék a helyedben, meg kicsit, most ez hülyén hangzik, de próbáld meg mindenképpen leszarni, hogy kinek nyomod. Kis, hogy érezted magad bent? Izgultál? Hát igen, egy kicsit. És miről énekeltél egyébként? Miről rappeltél? Hát ugye ez egy rappelse. Hát igazából a szöveg az arról szólt, hogy az igazságról igazából, az olyan, mint hogyha az igazságot képviselném, hogy szerintem nagyon sok az igazságtalanság és a hazugság, és ezt is beleírtam a szövegbe, meg hát igazából a korombeli lányoknak a rosszabbik felét is bemutattam nagyjából. AK-rajongó vagy egyébként? Hát igen, az. És mióta? Hú, 5-6 éve. És a zsűri milyen véleménye volt rólad, illetve ki volt esetleg a leggonoszabb, vagy ki az, aki ott mondott? Hát igazából nem volt senki gonosz, mindegyik ők elmondta a saját szemléletét, amit észrevettek a zenémben. Azt mondták, hogy egy-két helyen lecsúsztam az ütemről, amit én is észrevettem igazából, és ez volt a legnagyobb hiba, amit találtak bennem. Tehát akkor mégis építő jellegű kritikát kaptál a fiúktól? Igen, építő jellegű kritikát kaptam, és próbálom is megfogadni. Illetve még mondták azt is, hogy a hangszínemet képezzem. Jársz AK koncertre egyébként? Még nem voltam, sajnos még nem volt rá lehetőségem. Hát látod, milyen érzés, hogy most te rappeltél nekik? Hát igen, egy kicsit izgultam tényleg az elején, aztán megpróbáltam elkapni az ütemet, és ez sült ki belőle végül. Na jó, hát reméljük, hogy összejön a végére. Köszi, hogy itt voltál.
hogy hívnak, bratyász? Nagy Márton vagyok, FMB. Határozott a Márton. Na, Márton. Kell ez, szükség van rá. Tessék, 17. Telik az idő, de nem felejtek semmit, csak gondolkozom rajta, nekem ez így tetszik. Lemaradt a régi gangom a parton, elhaladnak, míg a távol bebehajtom, mi engem utal, nem szakad el a kapton, fekton, gyere bele, mert ez felnyom, lesz kon. Célba érek, úton vár a backstage. Unó nyertem, mert itt nem lesz nekem hamar vesztés. Ez még csak a kezdés, figyeld ezt is. Indul a boxatage, de hol marad a csengés? Ide mindent vissza zászlom, otthon vagyok, míg a piros fehér zöld a zászlóm. Gyere bátyom, a határon túl, de nincs megállás. Merázik a kabátom, de látom, nincs kiágás. Szeszem el, de nincs váltás, csak magra ma számítottok, ez rég nem vitás. Gáz egy demó régre visszajár. Köszi, tesó! Köszönjük! Köszönjük szépen! Kezdhetem, kérdezhetek, hogy hát vagyis nem kérdezek, inkább mondom. Ritmikailag ez már az első másodpercnél elcsúszott, valószínűleg azért ment végig, vagy én nem tudom, hogy a stúdióban hogyan dolgoztok, végén valami kis beavatás van, hogy lehet, hogy ezt akartam kérdezni, hogy izgatott vagy nagyon? A mikrofonban légy, igen. Egy mert sokkal előbb kezdted egy két ütemmel legalább, mint ahogy el kellett volna kezdődnie az alapnak, tehát ahol a verze rész elkezdődött, és szerintem... Direkt csinálta, tudod. Intrónak szerettem volna igazából. Intrónak, látod direkt? Fuck a beat-em a macapella! Tudod, a másik az, hogy nálam, amit így ki tudok emelni, az a hangszín, hogy nem érzem azt, hogy nem vonzó a hangod, vagy hogy mondjam, szóval, hogy nem így nem kapnám fel a fejemet. Most azért meg vonzódás című számot megírtad. Ez mágnes tesó, hát de... Te szeretnél vonzódni elő? Nem, csak amikor hallasz egy karakteres hangot, vagy valamilyen hangot, amiben megfog valami vágod, amire így felkapom, hogy mi a persze, ez tök mindegy, hogy mi a szöveg, meg mit nyom, meg hogy nyomja. A hangszín nekem az borzasztó a fontos. Szóval a hangba tetszem akkor, ugye? Ő a hangszín, ő a szín a hangok között. Igen, úgyhogy ebben mindenképpen fejlődni kellene, vagy nem hát tudom. Hát igen, meg az ütemérzék, én úgy gondolom, ez az alap pillére ennek a műfajnak. Igen, ezen kellene még fejleszteni mindenképpen. Szerintem ez az legelső. Igen. Na hát még a 8-nál járunk, eddig nem volt hölgyversenyzők. Milyen érzés itt a fiúk között? Fú, igazából nagyon izgultam, és ezért sajnos el is rontottam, amit így elhoztam, de ezen kívül jól esett, amiket utána mondtak, mert gondolták, hogy izgulok, de egyébként tetszett nekik, amit sikerült, tehát az a rész, amit el tudtam. Szöveget tévesztettél, vagy mi volt? Nem, egyszerűen a ritmikát nem tudtam követni, mert annyira izgultam, hogy nem tudtam odafigyelni a zenére, egyszerűen csak a szöveg volt a fejembe, és túl gyors voltam. És te mióta foglalkozol így rappel, vagy mióta hallgatod egyáltalán? Hát hallgatni én gyerekkorom óta, mert a szüleim is ilyen rap, meg ilyen underground stílusú dolgokat hallgattak, aztán igazából így rám ragadt, mert én ebben nőttem fel. Hát a fazonod megvan hozzá, az kétségtelen. És igazából mindenki jó véleménye volt? Igen, Rico, hát nekem vannak már dalaim a YouTube-on, és mondta, hogy rá is fog nézni, a többiek már ismerték. És AK koncertre voltál, jársz? Nem igazán járok ilyen bulikra, mert egyszerűen nem az én világom, mert nem szeretek ott a tömegbe lenni, meg én nem iszok, meg ilyesmi, aztán én nem, de egyébként hallgatom őket, és szeretem őket, mindenkit, aki most itt megjelent. De hát akkor végülis olyanok előtt léptél fel, akiket egyébként szeretsz, és igen, nézed is. Ezért is izgultam egy kicsit szerintem, azért, mert ugye meg akartam felelni valamilyen szinten, aztán azért ez kihozta. Vérnyomás 200? Jó magas, de nagyon melegen van, amúgy nagyon nincs itt levegő, az a baj. Aztán ezt is éreztem. De hát akkor mondhatjuk azt, hogy sikerült. Hát nem tudom, hogy most ezzel tovább fognak engedni, de nagyon bízom benne, hogy bíznak bennem annyira, hogy tovább engedjenek, nem tudom. Jó, hát akkor bízunk mi is benne, és köszönjük, hogy itt voltál, és nyugodj most már meg, jó? Nem, csak még bennem van ezek is pörgök. Kovács Istvánnak hívnak, Babócsára jöttem, 16 éves vagyok, és a művész nevem az, hogy RZR. Micsoda a művész neved? RZR. Hát igazából ennek egy ilyen hosszú története van, de az a lényeg, hogy a rímekbe zárt remény.
De ez komoly, ez tetszik. Kíváncsiak vagyunk. Ja, zsír, zsír. Gatyád a stíl, nézd. Hány éves, mit mondod? Hány éves vagy, tesó? 16. Biznisz a rep a lelkemet, eladom az öltöknek, amíg újabb a pillapokat töltök meg. Szakadt ruhában, nem öltönyben, de engem sohasem törtök meg. Biznisz a rep a lelkemet, eladom az öltöknek, amíg újabb a pillapokat töltök meg. Szakadt ruhában, nem öltönyben, de engem sohasem törtök meg. Nem féltem minden kincse, minden visszaút, már nincsen a pokol mélyéről síró hangom, majd gyászol itt nem. Minden egyes ember, ki már elengedte Isten, nem temetem a családom sem, azt a spant kitisztelt kisgyerek, nagy álmokkal én szenvedtem, hogy itt legyek. A semmiből elindultam, és nem tudom, meddig megyek. Nekem nem mondjad meg, vérem, azt, hogy mit tegyek, miről írjak, mit beszéljek, a telep a dékletet. Nekem ez jutott egy bringa, nem kapott járgány. Járgány. De egyébként, bocs, ő... De vége fele már alakult. Elnézést, csak... Az erő jó volt. Igazából az a baj, hogy nem voltam biztos abban, hogy el tudok jönni, és igazából szombaton tudtam megint a szöveget, és nem volt időmbe próbálni. Az ugye nem volt rossz, mert amit a Rico mondta itt az előbb a srácról, a hangszín szerintem neki jó hangszín. Igen, igen. Jó, meg az eleje is tök jó volt az a... Annyira sajnálom hallod, de nála is az ötbe. Nem, amit keletünk, hallottunk belőle. Én itt, amit kiemelnék, az azt mondtad, hogy biznisz a rap, eladod a lelked az ördögnek? Igen, igen, igen. Jó, csak kérdezem, hogy azért tartalmilag is nézzük meg, hogy egy 16 éves srác ma 2019-ben hogyan fogalmazza meg a dolgait, és miről beszél egész pontosan. Mit értesz ez alatt, hogy biznisz, és eladod az ördögnek a lelked? Szeretnéd eladni magad? Nem, hát igazából ez, én erre mondottam ezt, hogy pénz nagyon-nagyon nehéz feltörni, és hát igazából valamennyit mindenképpen kell fektetni szerintem a repzenében, hogy valóban is. Csak ez nem azt jelenti, amit mondtál. Igen, azért kérdezem. Mindenképpen kell belefektetni, tehát hogy az alapja a pénz gyakorlatilag a tehetségen kívül, ahhoz nagyon-nagyon brutál tehetségnek kell lenni, hogy egyből berobbanhass. Csak az a kérdésem, 16 évesen miért mondod azt, hogy biznisz a rap és eladod a lelked az ördögnek? Persze tudod-e, hogy mit jelent ez pontosan, tehát érted-e? Most én már nem akarok neked szegezni egy olyan kérdést, amit nem gondoltál, csak ez, figyelj, a szavaknak súlya van. Nyilván egy bizonyos szinten már biznisz a rap, lehet így fogalmazni, de viszont egy kezdő rapper, igen, gondolom, igen, igen. Kicsit fura a szájában. Igen, fura a szájában. Nem feltétlenül hiteles. Nem, igazából lehet, hogy nem értette ezt, nem tudom. Na hát most már egy kicsit leereszt, nem bírom kimondani. Na most már egy kicsit leereszt, hát most már nem a srácok előtt. Vagy milyen érzés volt bent a fiúk előtt rappelni? Érdekes volt, én igazából még sosem voltam színpadon, sosem volt semmi előadásom. Ugye én ezt otthon kezdtem magamnak hobbiként. De mi volt az indítatás? Tehát esetleg őket is hallgattad, vagy más előadókat, és megtetszett a dolog? Igazából teljesen nem ez volt az indítatás, teljesen... hogy mondjam, máshogy indult ez az egész, nem gondoltam volna, hogy ez ebbe átmegy. Én 2013 nyarán kezdtem, még egy volt barátnőmmel voltam együtt, és így elkezdtünk szövegeket írogatni, és hát ebből nőttek magát. És most erre az alapra milyen szöveget írtál, miről rappeltél? Igazából egy kicsit a tovább lépés, így az, hogy tovább léptem a múltamból, szóval volt egy olyan problémám, régen nagyon meg voltam ragadva a múltban, és úgy érzem, hogy most már így tovább léptem, erről szól a szám. Végülis azért ez is kell bátorság, hogy egy ilyen csapat előtt azért így fellépni. Gondolom azért benned is ott volt a druk, nem? Igen, igazából nagyon érdekes, előtte semmi nem volt. Nyilván, amikor így ide jön az ember és érzi valamennyire, hogy mit is csinál, akkor nyilván egy emberi dolog, hogy van valakiben ilyen, de szerintem ez simán legyőzhető. És jársz egyébként ilyen rap bulikba a koncertekre? Nem, igazából rólam azt kell tudni, külföldről jövök, én Ausztriából jövök, viszont ott ugyan nem nagyon vagyok ilyen körökben. Jó, de az AK-t magát azt gondolom kedveled, vagy hallgatod őket? Persze, rendszeresen hallgatom, most idefele is hallgattam. És rappeled is, tehát megtanulod az ő szövegeiket is? Nyilván, hogyha egy bizonyos
ideig hallgatod, akkor már tudod kívülről, de így különösen nem. Megpróbálok nyilván arra odafigyelni, hogy hallgatok magyar előadókat, de nyilván nem másolok tőlük, szóval odafigyelek ezekre nagyon. És Ausztriában vannak jó rap előadók? Igazából személy szerint nem annyira kedvelem a német meg osztrák rapet, de persze vannak. Jó, összességében hogy érzed, hogy sikerült ez a mai bemutatkozásod? Igazából úgy érzem, hogy sikerülhetett volna jobban, de meglátjuk majd legközelebb, hát ha egyszer lesz egy következő lehetőség. Nem, nem akarjuk, hogy majd egy rúzni. Elrágok az anyagot. Hello, sziasztok! Sipi 26! Egy ismerősat! Még Sipi is pulcs is van. Ez muszáj volt. Ez a marketing! Nagyon nagy! Komolyan pulcsi van. Adásban minden más. Persze, hát ott lakik a Robi. Hát a legjobb barátodat nem ismered fel. Te mondtad kint, ugye? Igen, pont. Még a Dancsó is csinált a videót, nem bátyom? Igen, csak azért. Hát mi kell még? De miért? Mit csinálsz, hogy csinált rólad a Dancsó egy videót? Hát rappeltem igazából. Aztán egy régi zenét kiparodizált, rendes. De nagy király, én erre várok 12 éve. De nem tudom, valakinek összejött. Ez már egy karrier, nem? Mondjuk egy csak kiparodizált. Nekem ez ilyen bakancsistáim vannak, és szeretném. Na hallod, már milyen egy karrier? Az, amikor a Dancsom állírat, hogy kiparodizálja. Igen, az igen, igen. Nézzük, tessék. Azért, mert egy szürke figura vagy. Már látod, mit hozok? A 26-os körzetből itt vagyok. Hallod a hangom a szövegpapíron? Meglátod, amit itt hagyok. Most már látod, mit hozok? A 26-os körzetből itt vagyok. Hallod a hangom a szövegpapíron? Meglátod, amit itt hagyok. Szétszedem a beatet, a hoznám a formám, de nem csinálnék más, csak az ütemekre nyomnám. Itt az eredeti, a 26-ba jöttem, Tahi City, vannak már ezrem mögöttem. Negyedik éve húzom az igát, a fikát bírom, leírom, néha mi bánt, de kizárt, s félbehagynám a freestyle-t, nem ismersz, várom már a kritikát. Pörög az élet, nem látod, hova lépek, hát sétálok a Dunán, a Jordanembe kérlek, az aranyat hozom, táncol velem az ország. Dancsó ispanom lett, elhoztuk a nótát. Én vagyok a Szentendrei szakadék rapper, a hallod a hangomat, a kezedet tedd fel, a dallamokba veszelet, ezt eljerezd el, a zene engem az égbe repít fel. Most már látod, mit hozok? A 26-os körzetből itt vagyok. Hallod a hangom a szövegpapíron? Meglátod, amit itt hagyok. Most már látod, mit hozok? A 26-os körzetből itt vagyok. Hallod a hangom a szöveg... Köztesó! Japszus, sláger dallam. Ez éles! Jó! Hány éves vagy, tesi? 17 leszek. Na, de még nagy. Csak lesz. Gyúrás vagy. Úgy nézek, mint Mark Wahlberg 71-ben. Marky Mark! 56-os, mint a forradalom. Party star! Marky Mark nagyon nagy. Amúgy figyelj, azt kell mondanom, hogy ez... Eddigi dalaithoz képest ez a legjobb. Ez a legjobb szám. Köszönöm szépen. Hallottunk, haja. Én azt egyetlen dolgot javasolnék, hogy egy picit nagyobb energiát fektess bele a hangodba, hogy jobban kijöjjön az az erő, amit amúgy ő nyomsz. Amúgy ez rendes jó volt. Köszönöm szépen. Fejlődőképes vagy. Én még nem hallottam a soha életben, úgyhogy itt volt egy Zéma nevű srác, nálam ő az első jelenleg, annak ellenére, hogy most abszolút az újvonalas témákat csípem, és ő régit hozott, és tök jó. Te vagy most. Kérdezte ezt valaki? Nem, de hát hagyd mondjam el, hagyd tudják, hogy na. 17 éves leszel. Haver, nekem ez tetszett. Köszönöm szépen. Kaja, ügyes volt. Köszönjük Sipikén, hogy elszerűen. Biztos találkozunk. Sziasztok. Kutyáim alatt a pénzem, a falamon Tony Montana, Dolce Vuitton, Rolex Ray-Ban, tengerkókusz pálma. De ez nem így van, hanem Dolce Vuitton, Rolex Ray-Ban, Giorgio Emporio Prada, így jobb lesz. Fullon a kéró, héló, héló, tengerkókuszpálma, nem is tudom, mi kéne a végére, legyen Tony Montana. Hát megérkeztél ide a riportszobába, te vagy a 10-es versenyzőnk. Gondolom hallottad az előtted levőket, és valamennyire biztos így tudtad, hogy te körülbelül hol lehetsz ebben a mezőnyben, nyilván ebből a néhányból. Milyen érzés volt egyébként ott lenni? Igazából nagyon jó érzés volt, csak hát nagyon-nagyon izgultam, és hát ugye
kisebb problémák miatt úgy volt, hogy nem tudok elni, szóval szombaton tudtam megint a szöveget, és szerintem azért igazából nem volt a legjobb, meg hát izgultam igen. Jó, hát ez valahol természetes dolog, hogy az ember, ha nem színpadi ember, meg nem ilyen helyeken dolgozik, akkor kicsit úgy izgul. Az AK-t egyébként magát az kedveled, ők neked ilyen mit tudom, ilyen kedvencek, vagy mit lehet róluk így neked? Vagy mit jelentek neked az AK? Így mostanában igazából csak a Giant-ot hallgatom, mert inkább szeretek a régi stílusnál maradni, és szerintem nagyon jól csinálja a dolgát. De amúgy a Hero is az új vonalban, csak hát ugye nekem az nem... Hero kicsit ilyen populárisabb lett, igaz? És így véleményben melyik srác volt, aki mondjuk esetleg támogatott, vagy ki az, aki mondjuk esetleg lehúzott, vagy mi volt egyáltalán ilyen, mert mi nem halljuk itt? Hát igazából jó tanácsokat adtak, meg hát ugye volt egy sorom, amit igazából meg is értem, hogy miért kötöttek bele, de hát igazából tök jó tanácsokat adtak, meg próbáltak nem megsérteni, és szóval jó volt szerintem. Összességében akkor lehet azt mondani, hogy kezdetnek, ugye mivel először vagy ilyen helyen, akkor ez így jó lehetett. Hát igen, lehetett volna jobb is, úgyhogy jobban felkészülök, de igen, jó volt szerintem. Mióta rappelsz? Kb. 14 éves korom óta. De nagy! Nagyon kíváncsi. Milyen stílben mozogsz? Teljesen vegyesen, a rap metától kezdve a popon át, amire lehet tolni, tök mindegy. Ja. Kiket hallgatsz, kik a kedvenceid? Hát odakintről Freddie Gibbs, Reed, aztán egy kicsit így mélyebben. Itróról minden segnyalás nélkül titeket, kettőtöket nagyjából. Köszi, te is itt vagy. Szóval minden, ami fasza az jöhet. Köszönjük szépen. Jó. Mi a pálya bátya, ja? Figyelj oda! Amit akarok, hajtom kell, de addig még nem mehetek el. Amíg be nem gyűjtöttem én a sarcokat, le nem ráztam magamról a láncokat. Amit akarok, hajtom kell, de addig még nem mehetek el. Amíg be nem gyűjtöttem én a sarcokat, le nem ráztam. Azért hajtok, bazd meg, hogy több legyek, nem csak azért, hogy számolhassam a többletet, ja. Mert nem egy jó nagyot álmodni, hiába próbálsz meg ezért kifigurázni. Ó, tudom, hogy jó az Isten, jó a kenyere, csak leérezném azt, hogy milyen kérges a tenyere, de tudod, mit eddig nem tudott megtörni. Hányan mondták már, hogy bátya? Taposom az utat, én nem állok birkák közé, nem várom a glóriát a fejem fölé. De ami jár, az jár, tudod, mit ez az igazság, akárhogy is száll. Száll még szabadon, legyen ez a jutalom végig az általam kijelölt. Vágod, ezt akarom még, mert a szív kaparom. Tudom, hogy el fog jönni még az én napom, amit akarok, hajtom kell, de addig még nem mehetek el. Ha még be nem gyűjtöttem én a sarcokat, le nem ráztam magamról. Amit akarok, hajtom kell, de addig még nem mehetek el. Ha még le nem gyűjtöttem én a sarcokat, le nem ráztam. Nem aranykanállal, a picsámban, láttam meg a napvilágot, te mondtad hiába. Köszönjük, tesó! Köszönöm szépen! Nixon! Én adtalak, Nixon! Menj már! Király voltál! Menj már, haver! Ember, ez jól vagy! Szólnak! Jaj, ez kajak jó! Váglak! Köszönöm! Nekem nagyon váglak, és nem is tudom, hogy honnan lághatom őt, hol? Hát figyelj, hogyha nagyon messzire akarunk menni. Annó voltam a... nagyon régen. Nem voltak egyezések, gondolom tudtok ilyen dolgokat ti is mesélni. Aztán én egy kicsit elkanyarodtam ilyen rap-metál vonalba. Jártunk inkább zúzdázgatni. De hát érzem azt, hogy nekem ez, ami így Isten igazából, azt érzem, hogy a pályám meg amit szeretnék így vinni, megcsinálni. Nagyon jó, engem meg. Ja, hát most már ide esett, baszki. Hát köszönöm szépen. Nem tudtam az elején, abszolút itt vagy bent nálam a topba. Na, megérkeztél te is ide hozzánk. Milyen érzés volt a fiúk előtt kicsit rappelgetni? Igazából tök jó érzés volt. Volt bennem egy kicsit ilyen félősebb érzés, de igazából elég régóta ismerem őket. De azért gondolom izgultál egy kicsit, hogy itt... Egy picit, mert sokan voltunk, meg azért előttük mégis más. Hát a másik oldal az jobban megy, amikor ők énekelnek és nézed vagy hallgatod őket. Jársz AK koncertre egyébként? Szoktam járni itt a környéken, amikor van. És milyen kritikát kaptál, mert mi itt nem nagyon hallottuk? Viszonylag jó kritikát kaptam, tetszett a zsűrinek, és fejlődőképes vagyok, azt mondták. És egyébként miről rappeltél, milyen szöveget hoztál most? Hát igazából én a 26-os körzetből jöttem, mint ők is, és a 26-ról volt egy rappem igazából rólam. De akkor tulajdonképpen te majdnem a családtag vagy, nem?
Hát igen. De ez valahol az emberek teher is, nem? Mikor olyanok előtt kell bizonyítani, akiket jól ismer, és barátok esetleg. Igen, azért volt bennem egy kicsit ilyen félősebb érzés, mivel 1000 éve ismerem őket, még ahol kezdték azóta, és elértek valamit, én meg rajta vagyok, hogy én is elérjek valamit. De egyébként vannak helyek, ahol esetleg te már így fellépegettél? Igen, volt. Tavaly előtt voltak az Eper Fesztiválon, ahol én is fölléptem, csak más időpontban, és ilyen iskolai bulikon, kisebb bulikon, Szentendrén is föl szoktam lépni. Bemutatkozást szeretnénk kérni így a kameráknak, vagyis nekünk is... Mi vagyunk a Sweetland, ő DBS, én meg MCB, és én Szombathelyről jöttem. De ti már működtök így a YouTube-on is elég régóta, nem? Igen, ja, egy másfél. Aha. Ja, még Ábrám Robi csinált rólatok videót, vagy csak rólad? Ja, én vagyok a nyugdíjas híró. Nézzük! Yeah. Hogy te soha, nem mondtad soha! Yeah! Hey! Yeah, yeah! Soha nem mondtad soha, mert amit már eddig letettük is csoda, csoda. Soha nem mondtad soha, mert amíg mi hittünk magunkba, te soha, soha, soha. Nem mondtad soha, mert amit már eddig letettünk is csoda, mert amit már eddig letettünk, már eddig letettünk, már eddig letettünk is csoda. Soha nem mondtad soha, mert amit már eddig letettünk is csoda, csoda. Soha nem mondtad soha, mert amíg mi hittünk magunkba, te soha, soha, soha. Nem mondtad soha, mert amit már eddig letettünk is csoda, mert amit már eddig letettünk, már eddig letettünk, már eddig letettünk is csoda. Kidob a nőt, mert nem vagy meg centire. Lesz a szar, csak felír egy cetlire. Meg volt a csajom. Ja, meg párszor, te meg öltöz fel, kicsi megfázol. Én hülyének látszom, te háttal ülsz, Pali mögötted a vászon. Nem volt senki, de hogy szányom volt hóvihar, magamat húztam egy szánon. Sírtok a szemetek, vérzik az önsajnálat, aki rád emlékszik. Te volt, hogy sír, magamnak ástam, aki kirántott belőle, az lett a társam. Másnak hazudtok folyton, csak pisztolyt rántuk az út szélén. A pokolban nincs hely, a mennybe jótok, csak piszkok lesztek az úr székén. Persze. Csak a pénz, mert mindenki csak minket néz. Yeah. Ja, soha. Csak a pénz. Mindenki csak minket néz. Aha. Csak a pénz. Mert mindenki csak minket néz. Mindenki csak minket néz. Soha, nem mondtad soha, mert amit már eddig letettük is csoda. Csoda, soha, nem mond. Köszönjük szépen, srác, hogy állítottuk. Köszönjük szépen. Jó volt igazából, te állítottad meg, úgyhogy te mondod, hogy mi a helyzet. Érdekes volt ez. Nem voltatok szerintem túl összhangva, de amúgy... Igen. De érdekes volt, ezt akartam én meg kiemelni. Tehát, hogy egyébként az összhangzás. Az ötlet a fasza volt amúgy. Ja. Tehát, hogy ez a váltogatós párbeszéd. Igen, csak nem volt ki egy dolgozva. Ja, nem tudom, gyakoroltátok ezt? Valamennyire? Mikrofonban létszik. Az a baj, hogy elég messze lakunk egymástól, de igazából gyakoroltuk utolsó napokban. Baj, nekünk hál' Isten messze lesz tőle van. Annyira nem, ez a baj, annyira de nem. Én azt kell mondjam, hogy egyébként így a top 3-4-5-ben benne voltak szerintem eddig. Mióta foglalkoztok ezzel, mennyi idősek vagytok? Én 25 éves vagyok, és körülbelül 2,5 éve foglalkozom ezzel. Én pedig 24, és... Mi a nevetek így egybe egyébként? Sweetland. Ja, Sweetland, aha. Ez amúgy honnan jött? Nekem volt korábban egy másik formáció, amiben ugyanúgy ketten voltunk, és hát annak is Sweetland volt a neve. Ennyi a kreativitás. Ennyi volt, gondoltam most akkor egy új taggal, ugyanez a név. Hát én meg rockzenéltem, 10 évig dobos voltam, úgyhogy nem sok közöm van a raphez szerintem. Ti ezt majd eldöntitek. Milyen csúnyán mondani, de amúgy kicsit tényleg úgy festesz, mint aki ilyen kicsit más vonal. Travis Barker. Ja, de ez nem sok a tetoválások miatt. Na végre valaki észrevette. Nagyon, de közgyi el. Travis Barker. Ja. Micsoda? A nyugdíjas Travis Barker vagy akkor. Hát inkább. Ja, de mi már úgy ismerjük egymást. Ja. Nekem még amit kiemelnék az az, veled kapcsolatosan, ne arra úgy... Laci vagyok. Laci, hogy tudtad lenyomni úgy, hogy álltál egy helybe is, mert figyellek ám telibe, és a lábad nem mozgott be. Amúgy ezt én is akartam kérdezni. Én nem tudok így. Begyökerezett a lábad, nem mozgott le. Begyökerezett a lábad, meglátod. Ha jól van, tesó, Steven Seagal is így nyomja. Én erre úgy rámennék, hogy a mozgásod, a Boldi tudna téged tanítani. Ezt szoktunk együtt táncolni diszkóban. Este 11 után. Tánc este kell, igen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Szép napot nektek. Na, megérkeztél. Izgultál nagyon bent? Isten igazából annyira nem volt új a szitu.
tehát nem ez volt az első ilyen nyilvános fellépésem, fogalmazunk így, úgyhogy tudok mit kezdeni ezzel a versenydrukkal. Ja, értem. És a srácokat régóta ismered? Közvetlenül nem. Ugye a munkásságuk által ismerem őket. Voltunk majdnem közös közegben, de nem úgy hozta az élet, hogy ez megalakuljon. Úgyhogy ha pontot akarok rátenni, annyira nem ismerjük személyesen egymást. És te mióta rappelsz, vagy mióta hallgatod a rappet? Hát Isten igazából 12 éves korom óta hallgatom, 14 éves korom óta megcsinálom. De akkor sok felé megfordultál már itt színpadon? Igen. Voltak. Hát volt egy rapmetál zenekarom is, azzal sikerült azért nagyobb sikereket elérni. Mint a Gangsta Zoliékkal is mentünk közösebben így fellépni. Úgyhogy, ja, elég régóta csinálom ezt. Igazából mi annyit hallottunk itt, hogy volt egy jó ritmus, amire te valamiről beszéltél, viszont nem tudjuk, hogy miről beszéltél, miről rappeltél. Hát maga a számnak a címe, amit én ennek adtam, az hogy kell. És ugye ez arról szól, hogy amit én el akarok érni, azt már pedig bérverejték árán is meg fogom fogni, és meg fogom húzni. Meg hogyha nem teszed oda az életnek, akkor az élet fog visszakézből adni a gyakorát, hogy keresheted magad, hogy merre vagy arccal előre. Akkor az is neked egy ilyen arszpoetikád is, igaz? Igen. Tehát mondhatni, hogy mint mondjuk Tupac, amikor azt mondta, hogy tag life, és ugye itt nem a bűnöző módról beszél, hanem arról, hogy amiben belekényszerítenek, és azáltal vagy egy olyan úgymond bűnös körbe, én ugyanígy vagyok a rap zenével, hogy nekem ez az a kis bűnös csábításom. De akkor jól érezted magadon? Jól. És összességében mi a vélemény a fiúkról, illetve te hogy érzed, hogy ebből az egészből lehetem valami így a végére? Hát ugye előre a medve bőrére miszunk sose, aztán a legjobbakat próbálom bizakodni ebből az egészből. Én úgy érzem, hogy oda tettem, amit tudtam, aztán innestől kezdve tőlük függ, hogy... Na jó, hanem ugye ez egy verseny, és látom az ember győzni, indul el egy versenyen, gondolom te is így vagy vele. Persze, tehát azért titkon bízok benne, hogy valahogy sikerül ezt megakasztani, ezt az egészet. Jó, én azt kívánom, hogy legyen így, jó? Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Horváth Zoltán vagyok. Gondi Szabolcs. Van egy spanunk, úgy néz ki, hogy tetesó, ugye, ahogy egy régi spanunk. Nagymaros Fehéregyről bátyja. Kajak levettem a szemüvegemet. Templike. Templár, nem ismered? Elbagónak haverja. Nem. Egy az egyben úgy nézek ki, bratya. Lehet, hogy ő. De melyik őjük? Kiskunfületjázó. Elnézést. Halló, te voltál bent a WC-ben, nem? Hát ő járok. Mennyi idősek vagyunk? 17. 17? Nagyon nagy csávó. Mióta rappeltek együtt? Egy éve. Egy éve együtt nyomjátok, és akkor is kezdtétek az egész rappet? Egy éve? Igen. Jó van. Nézzük meg. Yes. Bokorból jöttem, spanyai Belzebub és Lucifer. Úgy élem az életem, mint egy tervezett musical. Sötétségből jöttem, mint egy elveszett csillag. Hát innen, mint a kápon nem marad már csak az illag. Érzem már az árnyokat, a lelkek súlyogását. Érzek minden percet, az órák uzsonáját. Cica legkeményebb és a leghosszabb. A legjobbak közül a legrosszabb. Ismeretlen fajdalom zaklatja az elmém. Átlagon felüli két szóval másoktól eltér. Rettenet vagyok, rettenthetetlen. Eltemet halott, de nem visszatérek a halálból, nem vagyok hajlandó. Elfogadom el a tényeket, nem vagyok hajlandó. Kimondom minden szart, emlékszel ez a jetre. Nincsenek szabályaim, két szó, bár így megfelel. A romba melletted marad az épség, szintan elvered. Összetörted a szívem, csak egy picit meglepett. A végórája pontán szólok, még mielőtt elhal. Ha már akadtam el magam, de becsült meg a szegnap. Lesötétett limó, melynek szentelve a vére. A fének sziklaja, kint megvillan a szíve. Nem kezdem sorolni, mennyi mindent éltem. Minek panaszkodjak, ha mindnek egy a vége. Köszönöm Istenem, hogy vettél majd a natár. Elvesztettem a konyhát, cserébe kaptam egy bandát. Nem kopogtatunk, bazd meg, ezt szaggatjuk a pajtát. Ha nem tetszik a stílusom, elismer egy csapdát. Ezen fejlődés bennem a sors, ilyen jelzett. Vártam az időre, amely szép lassan eltett. Még érkezett a fél, ez lesöpör minden vesztest. Akármi lesz a vége, ez... Még csak a kezdet. Nagyon erős, amit csinálsz. Mondja, valaki mondja, nem akarom megint elkezdeni. Várja, ő nem is nyomja? Van rapped ebbe amúgy? Na, lett volna, most. Igaz, te Somi, azt hallgatjuk meg. Te Somi, nem is szólnék. Működik, srácok, hogy előre indulj, se elnyomod a részedet. Meg tudunk csinálni? Azt hittem, hogy csak duplázol. Ugyanezt a zenét még egyszer, Léci, nézzük meg, hogy nyomd el, te sem Léci. Emlékek a múltból, míg felidézik álmaim. Mindig jön egy
sor, mik elkísérik vágyaim. Mindenem már tiszta kort, mert az élet piszkos játék. Még mindig csak süllyednék, a most is csak rád várnék. Nem teszem nekem keresztbe, keresztem nem eresztem. Fíj leszettet hetetlen, én ma preferetlen. Ha én megyek, te jössz velem, viszlek le a mélybe. Ideje, hogy éljen benned Istennek a léte. Bepögjük a zsákmány szagát, megéreztem végre. A pillanatra csendben várok, ne. Köszi, brother. Köszönjük. A első körben. Nekem azt tűnt fel, hogy nagyon nagy köztetek a kontraszt, mert te nagyon zor alul nyomod, te meg olyan vagy, mint hogy mondjuk lehet izgúz kicsit. Majd nagyon. Mert olyan vagy, tudod, mint kicsit így meg vagy illetődve, és igazából nagyon sok mozgás nem láttunk tőled. Te nagyon lendületesen nyomod, meg nekem nagyon tetszik. Az energikus volt, nagyon zor volt az energia. Ja, megmondom őszintén, hogy amit te csinálsz, nekem az jobban tetszik személy szerint. Nekem nem volt annyira érthető, egy picit érthetetlen volt, amit csináltál. Az energia meg a flow az szerintem zoral volt, viszont nem volt teljesen érthető, illetve nem megbántani szeretnék senki, de szerintem neked szólóba jobban menne. Nekem a te produkciód azt tetszett. Ja, én meg a hangszínedet emelném ki, hogy mert én erre nagyon allergiás vagyok, de nem tudom, úgy tűnik, nem? Mert már nem az első. Nem feltétlenül van ezzel baj. Hogy baszott jó volt az a egy kicsit ilyen magasabb a hangszínedet. Vágod? Ilyen állat, amit csinálsz. Szóval hogy az a stenk, aminek benne kell lenni egy repzetesség. Mikrofonban nyomt lesz a csólécsámmal. Ja, bocsi, sokaknak nem tetszik azt. Nekem meg pont azt tetszik benne. Szerintem is. Pont azt tetszik benne, meg úgy így rád nézek, és így az meg így fel tudnád robbantani a helyet, hogyha egy klubba fellépnél. Ja, jó volt az energia, nagyon. Egy felvevőpiacod, egy közönséged, aki biztos, hogy kurva jól működne ez a dolog. Úgyhogy én ezt mondanám. Köszönöm szépen. Amit a GI is kiemelt, én is azt mondanám, így a kettőtök között, vagy te mondtad, BJ, vagy mind a kettőt? A Kondokászen. Igen, nagyon nagy szerintem kettőtök között. Mióta csináljátok együtt? Éve. És folyamatos ez? Napi szinten kommunikál, nagyon fontos. Ugyanakkor kezdtétek? Nem. Nem napi szinten. Mikrofonban légy, cik. Akkor heti szinten, vagy hogy? Hát körülbelül úgy. Az nem jó, gyerekek. Miért csináljátok ketten együtt? Igen. Együtt kezdtük el. Barátok vagytok? Jó, csak azért mondom, mert a csapatok között, most nyilván a Ádámot meg a Mikit nem emelem ki, mert ők testvérek, az megint más, de a csapat, vannak csapat spanyaim, és tudom, hogy ott, tehát hogyha valaki ketten csinálnak valamit, ahhoz egy komoly kötelék kell, legalábbis én kívülről úgy veszem ezt. Meg zenei is. Olyan nincsen, hogy egy hete nem beszéltem a spanommal, aztán utána csináljunk egy dalt, vagy menjünk el fellépni, tehát hogy érted? Nem érzem azt, hogy ti olyan viszonyban. Tehát minden nap együtt lógnátok. Ja, hogy ki olyan viszonyban vagyunk, meg minden elnézést. Szóval nyugodtan. Ugye... Tudjuk milyen. Szóval igazából próbáltok kommunikálni, meg együtt lógni, amennyit lehet, csak sajnos nem úgy jön össze a sztori. Na, itt vagyunk a kis riportszobában, mi innen csak annyit hallottunk, hogy bent áramlott a flow, ment a ritmus, ment a szöveg. Mit mondtak a fiúk, milyen volt a produkció? Hát én úgy vettem észre, hogy amúgy alapvetően tetszett nekik, viszont ezt jobban be kellett volna még gyakorolnunk, mert mi ketten vagyunk és egymással kell kisegítenünk, de úgy érzem, hogy ráállunk, aztán ez működni fog. És akkor így felváltva reppeltek, vagy együtt? Hát a verszakok felváltva voltak, ebben most legalábbis, és a refrén meg együtt. És mióta dolgoztuk így együtt? Most már másfél éve körülbelül. És te? Ez milyen kérdés volt? Te mással. Hát én is másfél éve dolgozom együtt a Boldival. Vicces akartam lenni, nem megy ez nekem. És miről reppeltetek? Arról reppeltünk, igazából az volt a témája a szövegnek, hogy nem szabad feladni, és hiába, hogyha ez nem sikerül, és másnak nem sikerül ez a verseny, amit eltervezett, hogy esetleg megnyeri, attól függetlenül ugyanúgy menni kell, mert rengeteg lehetőség van arra, hogy ebből többet ki tudjon hozni. Ez nem egy alkalmon múlik. De gondolom, nyerni jöttetek? Az volt a cél, eddig. Én csak nem láttam a hírót, még élőbe gondoltam, eljövök, megnézem, de nem volt. Ezért csak játok AK-ra, nem? Ja, és szeretjük őket, jó. Te is? Persze. Ki a jobb, a Hero vagy a GI-no? Nekem GI jobban bejön, mert rappesebb. Neked is? Hát én jobban szeretem a popzenét, úgyhogy közelebb állt hozzám a Hero-nak a stílusa, amit most képvisel, de ami, tehát együtt jó. Hát én olyan 3 éve hallgatom őket, és én is úgy vagyok vele, hogy ilyen vegyes. Tehát valamikor egyik stílus jobban tetszik, valamikor a másik. Akkor igazából már csak annyi kérés maradt a végére, hogy meg lehet ezt nyerni szerintetek most nektek?
Nem tudjuk. Mi nagyon bízunk benne, de ez nem, most már nem rajtunk múlik. Mi megtettük azt, amit lehetett, most innentől más kezében van a döntés. Szerintem van rá esély. Hát összességében az egy jó vélemény volt, nem? Hát én úgy gondolom, hogy ebből a lehetőségekhez képest a lehető legjobb lett kihozva. Igazából leállítottak minket, Boldit nem hallgatták meg, csak az én részem ment le. Nekem ez azért esett rosszul, mert tudom, hogy ő sokkal jobb nálam, és feljebb húzta volna a produkciót biztosan. Lehet, hogy egy Radics Gigi kellett volna ide, nem? Aki végighallgatja az egészet. Ember igazad van. Az a baj, hogy, tehát, hogy nem tudom, hogy ez milyen okból lett leállítva, mert eddig mindegyik le lett állítva. Tehát, hogyha meg azt nézzük, akkor meg ezek szerint annyira ez nem volt rossz. Tehát a GINO annyit mondott, hogy jelenleg az eddigiek közül a top 3-ba benne vagyunk. Az meg nem rossz. Hát igazából ugye a zsűrit is hagyni kell dolgozni, tehát ők, nekik a kezükben van a lehetőség, hogy leállítsák, akkor gondolom élnek vele. Meg lehet, hogy idő sincs már annyi azért húzzák. Na, örülök, hogy itt voltatok, és hát remélem, hogy összejön azért az elképzelés. Gratulálok nektek! Sziasztok, srácok! Mutatkozzatok belé! Hello, Horváth Nándor vagyok. Ladányi József. Hány évesek vagytok? 19 mind a ketten. Nagyon jó. Honnan jöttetek? Kiskunfélegyháza. Ő meg Kistelek. Igen. Akkor ismertétek, akik itt voltak, az előbb ők is ott laktak. De jó. Lehet, hogy még most mióta is ott rappeztek? Egy éve vagyunk így együtt, hát írunk szövegeket. Aha, és előtte külön nyomtátok, vagy nem? Én 4 éve írok szövegeket, hogyha mondhatom így. Így mint zenézni, hát szerintem egy komolyabb al, amikor elkezdtük ketten akkor. Nagyon izgultok? Mert olyan nagyon bizonytalannak tűntök. Hát egy picit. Eléggé. Na nézzük meg a produkciót. Nézem a tévét, a sokkom szállok, sok tudatlan gyerek, mindig így rátok. Érzem, hogy vágod, tudom, nem látod. Ezektől néha én úgy érzem, hányok. Ha sikeres lennék, ilyet nem tennék. Figyeld a refrént, offol a verzét. Nem vagyok nagy kép, azt mondom, mit látok. Kitörök innen, rátok, nem várok. Mindenki kusba, megek a boss. Azt mondod, a szövegem eléggé rossz. A hülyeség fájna, már ordítanának. Nézem a tájat, a csodára várom. Érdekes téma, mit hozok el? Engem az élet nem sodor el. Van mikor lent, van mikor fent. Van mikor ki, van mikor bent. Offol a senki, offol a nomen, offold, jó! Offol a szöveg! Köszönjük! Offol a szöveg, köszönjük! Várjál, tesó, hát ők is ketten vannak, még lett volna itt verze? Lett volna külön verzéd, vagy csak duplázol? Akkor hallgassuk meg azt is! De jó eszenkély feelingben, úgy nem? Nem, majd mondom. Akkor még egyszer indítsuk el tud nyomni a verzét? Elindítjuk újra? A legelejétől? Aha, csak akkor te verzi. Szól a zenék újra, hallgass a szöveget, mert nagyon durva. A rucikat felvettük a stílünk fullba, pedig rajtunk nincs is Gucci csuka. Ott leszünk a toppon, a hátrálás nulla. Én az előbb is azért állítottalak meg titeket, meg most szerintem a srácok is, mert nagyon-nagyon nem vagytok ütemben, és nagyon csúsztok. Annyira mellé megy. Most így meghallgattunk pár versenyzőt, ez a legjellemzőbb hiba, hogy nincs ütemben. Igen, nincs nem, nincs ütem, érzék, vagy ritmika. Miért ilyen nehéz alapzenét választottatok? Nehezebb megrakni egy ilyen alapzenét. Nem is hallottam nagyon az alapot, az volt a baj, hogy vagy nem tudom. Mármint most szokatlan a mikrofon. Ja, hát zavarva vagytok, hogy felléptek kb? Nem, hanem így, ahogy így a hangomat így visszahallom, ugye, és ez ilyen szokatlan, mert még mikrofonban nem nagyon csináltam. De vettetek már fel zenét? Persze vettünk. De akkor hallottam már mikrofonból visszahangod? Hát úgy igen. Akkor ja, de élőben még nem. Visszajön ebből a hangja, meg ilyenek. Nagyon szét van keverve a hangod, ami nem a valóságot fedi, vagy miért? Nem tudom. Hát furcsa neki az. Nekem is volt ilyen egyébként, amikor elkezdtem zenélni, akkor olyan szar volt visszahallgatni magamat. Nem. Jó, neked még a mai napig szar, úgyhogy tök mindegy. Nem mondok semmit inkább. Fél, de szoktad magad visszahallgatni egyáltalán? Nem. Hát a srácoknak még mondjuk el, hogy igen, ez volt a fő probléma, hogy olyan elcsúsztatok egymástól. És hogyha esetleg még... az alapzenétől. Még egyszer megpróbálhat? Az a baj, tesó, hogy aki egyszer elcsúszik igen, mások. Igen, szerintem ebből átjött nekünk. Az a baj. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük, sziasztok. Egy újabb duó itt a riportszobában, mióta vagytok így együtt, mióta reppeltek?
Igen, egy éve. Egy éve? Téged is hagyunk szóhoz jutni. Suliba jártok, dolgoztok? Mi a... Én már dolgozom. Én meg sulis vagyok. AK-t szeretitek? Régóta hallgatjátok? Ja, szeressük úgy. Igen, persze. Honnan jöttetek egyébként? Kiskunfélegyházom. És ott nagy AK közösség van? Vannak ilyen bulik, partik? Hát nem igazán, de sokan hallgatják meg, nyomassák őket. Jó csinálják meg minden. És most miről repeltetek? Mindig éneket akarok mondani. És most miről repeltetek? Hát igazából ilyen bemutatkozó szöveg lett volna, de nekem nem úgy sikerült, ahogy akartam, nem is bírtam előadni. Nem volt, most szerintem. Ja, mi lehetett az oka? Később lett megírva a szöveg, nem tanultad meg rendesen? Hát nem akarok mentegetőzni, de szerintem az lehet az oka, hogy keveset gyakoroltam. És mi volt a vélemény egyébként a zsűrinek? Tehát alapjában jó volt, csak ugye ezek a problémák adódtak? Hát félig negatív, félig pozitív. Például ő feléről volt negatív, vagy meg az én felémről volt pozitív. Egy ilyen... Neki, hogy neki egyedül kéne csinálnom, meg ilyenek. Igen. Hát szét akarnak választani? Köztünk. Nincs meg köztünk úgy a hangsúly. Ja, értem. Aha. És akkor most mi lesz, szétváltok, vagy mi? Dehogy, nem válunk szét. Hát csak tovább csináljuk, ameddig lehet. És egyébként szoktatok föllépni valahol? Tehát van azért lehetőség erre? Hát már léptünk föl iskolába, meg egy-két helyen még, de nem sokan. Két helyen. Összesen. És az ilyen saját alapot írtatok, vagy valamire énekeltek? Sajnos arra még nincs kompatibilitásunk, úgyhogy szereztünk egy ingyen alapot, és akkor arra csináltunk szöveget. Akkor mentek tovább és csináljátok a dolgotokat, igaz? Persze. Végülis ez a cél. Azért jó, hogy itt voltatok, és hát gratulálunk, én nem hallottam sajnos, hogy mi volt benne, de akkor bízunk benne, hogy nem lesz ez a rossz, jó? Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Dunakeszidől jöttem, 21 éves vagyok. Ezt is leírtad, tesi? Nem, 21 éves vagyok, Dunakeszidől jöttem, hát, és ja. Az is a legnagyobb fadó vagy. De is. És a számom címe az, hogy éltek. Bocsánat, olvasni fogod a szöveged? Nem baj, nyomjad, nagyon nagy család. Lehet? Kíváncsi leszek. A hármas számú alapra. Példaképpen vagy. Nekem is te. Kintről, a dohányzóból. Yeah. Emlékszem, minden szép lány csak pattintott, onnan toszott, mióta a zenémre kattintott. Kicsinál az érzés, hogy levegőnek néznek, tudom én örülnél, egy segít a kéznek. Régen még köztünk izzott a parázs, most meg remélem megcsíp egy darázs. Tudtam, hogy zűrös, mégis nagyon kellett, szomorú tény tőlem csak ennyire telled. Sajnálom azt, hogy régen benned bíztam, mióta nem láttanak 10 kilót íztam. Nemrég esett le, hogy jobban jártam, legutóbb ennyit egy szép lányra vártam. Sajnos te bárkit alábáról leveszel, átjöjjetsz hozzám, de akkor valami beveszel. Utálom azt, mikor egy picsa felesel, ráfázol baby és a gödörbe elesel. Őszinte nem sajnálok, így jártál, bocsi, vigyázz, mert hazafele elütt egy kocsi. Nem hittem volna, hogy erről hallok, érted, még a fogdán sem vallok. Eltűntél végre egy hete, ezt akartam, ameddig itt voltál, az erre megvakartam. Nem akarok veled még egy nyarat, csak erre mondd, hogy babérókat arad. Már megértem, hogy a véredet szívják, szegény pancser és csak cumizni hívják. Muszáj, megy a hiszti folyt. Köszönjük, nagyon nagy vagy. Egy mém vagy amúgy. Imádok, tesó, a szöveget zseniális volt. Ez következő. Hallod, csinálsz egy közös képet aljassal? Hát most komoly, Instagramra. Ez most komoly? De szarsz! Aljas, nagyon nagy. Aljassal csinál egy képet a Rikóval. Örök hála, nagyon szépen, köszönöm. Figyelj, aljas, nem menj még el. Nem nagyon fontos. Szerintem én most úgy látom, hogy itt a közönség szavazatok fognak dönteni ezekbe a körökbe. Igen. És te biztos, hogy be fogsz kerülni ott az élbajba benne. Isten szóljon belőled. Úgy de csak egy apróságot, hogy egy picit jobban figyelj a ritmikára te is, de ezek a mém kifigurázó szövegek kurva jó. Ja, ilyen kis trollos. Mikor írtad a szöveget? Hát ezt most. Két hét alatt össze, mert írtam egy párat, és úgy féltem, hogy ez sikerült a legjobban. Én nagyon éltem. Tényleg? Nagyon szépen köszönöm. Erre kell menni. Várj egy kicsit. Mivel foglalkozol egyébként? Hát én most asztalosnak tanulok érettségi után, még van 3 hónapom, és hát utána jó lenne valami mással foglalkozni.
egy újabb duó itt a riportszobában. Hogy éreztétek magatokat bent? Igazából jól éreztem magamat. Kicsit izgultam, és hát nagyon. Hát ez végülis természetes. Nem tudom, most vagytok először színpadon, vagy a fiúk előtt? Most elsőnek vagyunk színpadon. Szerintem ez is volt annak a baja, hogy így elrontottuk. Mit rontottatok? Mi sajnos itt nem halljuk bent. Szerintem késtem, én legalábbis. Szerintem én úgy éreztem, mint egy kicsit gyorsabb lett volna ez az alap, mint amit itt kaptunk, vagy nem tudom, csak nekem tűnt úgy. Sokat gyakoroltatok egyébként? Épp ez a baj, nagyon sokat. Már lehet, hogy ez lett a kárára ment? Szerintem inkább az, hogy tényleg még így mikrofont nem nagyon fogtunk így színpadon mások előtt, és hogy nagyon furcsa az, hogy halljuk ugye az alapzenét, mert felvenni stúdióban nekem más, tehát most ez így nagyon furcsa volt. De szerintem fejlődünk, aztán majd én nem hagyom abba legalábbis. Mi azt mondták, hogy hagyjátok abba, vagy mi? Nem. Tényleg milyen volt a zsűri? Milyen véleménye voltak? Nyilván most vegyük azt le, hogy volt benne esetleg rontás, tévedés. Szerintem amúgy igazuk volt, úgy nem tudok semmit mondani róla. De mit mondtak? Mi nem hallottuk. Hát ők is azt mondták, hogy az a baj a legtöbb előadónál itt, hogy a ritmika, hogy nincs meg, elcsúsznak. Nem tudom. Amúgy szerintem igazuk volt. De azért nem kell ezt feladni, gondolom, csináljátok tovább, nem? Folytatjuk ugyanúgy szerintem. Van valamilyen fantázia nevetek? Amúgy, vagy csak mit tudom, Béla és Zoli, vagy mi? Nem, van NSBP. NSBP. Aha. Minek a rövidítése? New Street Boys Productions. Hát ez jól hangzik, azért ezzel lehetne még foglalkozni a jövőben is. Igen, lehet. Fogunk is. Összességében mi a vélemény? Hogy éreztétek magatokat? Lehet ebből valami itt a versenyben? Én jól éreztem magam, igazából tudom, hogy mit kell javítani, mikrofonhoz hozzá kell szokni, lesz jövője, én nem adom fel. Végül is építő jellegű kritikát kaptatok ti is, és akkor hajrá, menjünk tovább. Jó, köszi, hogy itt voltatok. Ciao. Mutatkozol itt? Lőrinc Bálint vagyok, és a 7. kerületből jöttem. Hány éves vagy? 16. Mióta zenélsz? Hát így komolyabban rappelek fél éve. Az a hajad a sapka? Igen. A hajad? Megmutatod? Komolyba vagy. Kíváncsiak vagyok. Dihonosba vágtam magam. Mi azon? 69-a kedvenced? Inkább Dihon. Ja, 69. Én nem sem tudom kivonni. Az a szexpult, amit nem szeretsz. Na nézzük. Szóval szemed, hogy veled egy árok, hajtom a sikert, és nem csak várok. Add fel murarcsort is, messze lindú arcom, kérdés, hogy lesz. Egyedül megyek, minden szóló, célom a part, közel omoló. Nálatok valami nincsen rendben, leves mét. És te merve, szívod a vére, mint a vérvétel. Gecile letettok tépszéje, szakonyan a brölmi segbe kaptál. Durinokon fátba szarba hagytál, böker anyagba. Böker, böker, böker atakba, 9 millis bele az agyba. Szar a segbe, belefagyva. Ez az! Szerintem ütemtelen volt, és nagyon kapkodtál, hadartál. Szerintem ez nem volt egy jó produkció. Igen, nem illett nagyon a szöveged az alapra. Meg ahogy kinézel, ahhoz egy olyan trappet képzeltem el, hallott, hogy azt hittem, hogy mint egy ilyen szétautótúnozott valami csávó megjelent, kb. Egy Travis Scott. Én azt hittem a Falcon, amikor bejött. Hát, ja, csak nem, lila a haja. Na, most már kifújhatod magad, izgultál bent? Nagyon. Hát úgy voltam benne, hogy utolsó álmom ez lehetne, ha ez nem jön össze, akkor nem lesz több ilyen álmom, mert 21 éves vagyok, és már elkezdek kifutni az időből. Egyleg is így, már 51, valad is, és nincsenek ilyen gondolataim. Jó, csak hát valaki jól tartja magát, valaki nem. Én jól tartom. Ilyen csak, és voltál már egy színpadon egyébként? Szintén még ha cink, ha nem, már elnézés a cink kifejezésén, még mikrofon sem fúrtam a kezembe. Csak úgy szoktam, hogy baráti körömmel ivászat közben is reppelgetni egymással, és így mondták, hogy lehet, hogy van bennem valami, amiben nagyon bízok a legbelül, de lesz, ami lesz. Na már, ugye ezek a barátok, akik ezt mondták, a zsűri mit mondott? Hát meglepő volt számomra, hogy na, úgy véltem, hogy tetszett nekik. És hát remélem, hogy jók a megérzéseim. És nem szerint visszajönnék még egy páron. AK-t szoktál hallgatni? A kedvenc számom a Bluff, utána a Number One. Blöfföt azt én is tudom, igaz? Majd bevágják szépen, mert gyönyörű szépen elszavaltam az előbb. Szóval akkor végül is jó véleménye voltak így a produkciódról. Igen, de hát lehet tévedtem.
Hát bízunk benne azért, hogy nem. Miről rappeltél? Milyen szöveget írtál? Hát az érdek emberekről, de inkább az érdek nőkről, de hát ugye fiúban is van érdek, és arra gond, úgy értettem azt az érdek nőket, hogy ha mondjuk van egy jó képi csávú, és ha nincs pénze, az egy jó nőnél esélytelen. Inkább kell neki, ahogy mondaná a híró is, hogy sugar daddy. És tényleg. Ja, értem, tehát akkor ez most egy olyan téma, ami végül is foglalkoztatja így a fiatalokat is. Meg... próbáltam arra is törekedni, bocsia, belevágtam a szabadba, hogy ilyen populáris a féleség legyen. Nyugodtan vágj össze, mert ez rólad szól, ez a kis ripar. Pofátlan lenni, nem vagyok én senki. Na mindegy, de végül is jól érezted meg, azért bízom benne. Igen, nagyon bízok benne, hát egy álmom bán a valóra, tényleg. Nagyon örülnék neki. Jó, hát akkor bízunk benne, én is akkor drukkolok neked. Szüljetek még. És örülök, hogy itt voltál. További jó erőt hozzá. Viszont, hello. Sziasztok. Hello, sziasztok. Hello. Csík mögé. Valahonnan vágom. Hogy hívnak? Ökrös Róbert vagyok, Budapestről érkeztem. Eszkobár rokonod, Ökrös Karcsi? Nem, csak névnokonok vagyunk. Rokonok vagytok, hány éves vagy? 21. 21. Mióta foglalkozol zenéléssel? 4 éve komolyabban. Úgy az Zora. Köszönöm. Na, kíváncsiak vagyunk, nézzük meg. Rendben. De az egész busú, annyira kam szöveg ház kigyúl. Megjöttem, elveszem a részem, ne hívd tesónak, mert nem vagyok a véred. Fúl arany, de az egész busú, annyira kam szöveg ház kigyúl. Megjöttem, elveszem a részem, ne hívd tesónak, mert nem vagyok a véred. A rappen begyújtja a kibaszott házad az ékönyékemre. Inkább ne tedd a lábad, lehúzlak a mélyre. Ahonnan jövök és a utatja a kedvem, majd a fejedbe lövök. Hiteles vagyok, mert ilyenek születtem. A forró volt a talaj, semmit nem kerülgettem. Velem a banda, ami szent és örök. A gácsit még mindig rajtam pörök. Vájt a nevem, és nem játszom a szentet. Reggelire és ebédre megeszem a rappet. Célozgatok, de a cipőmet kötött. A tehetségem az, ami tesó örök. Csóró gyerek vagyok, és a semmiből jövök. De az irigyeket a rappemmel megölöm. Körös utca, 1029. Az összes áruló zenémtől ki lesz. Köszönjük szépen! Neked van a hibivel egy számod, ugye? Csak a nevedből van, hogy White úgy hívnak, ugye? Ez a művész neved. Azt hallottam, meg beszéltem is a hibivel, mondta, hogy fogsz jönni. Nem is tudom, mit mondjak igazából. Voltak egy kis, az nagyon sokan, akik már voltak itt ilyen kicsi ritmikai hibák, ugye azt nálad is fedeztem föl, hogy nem volt ütemen az egész sztori. Én azt a számot, azt hallottam, az tök jó lett, amit együtt csináltatok. Ott nem volt ilyen. Úgyhogy gondolom, ott nem tudom, nagyobb hangsúlyt fektetetek erre, vagy jobban figyeltetek. Igazából én ezt vettem észre, meg valami nagyon hasonlított nekem a szövegedbe. Amúgy ezt a én is észrevettem. Valaki pont egy omot az lehúznak a mélybe, onnan jövök. Van, ilyen van valahol. Én most nyilván, írtam ilyet, ne aggódjunk. Mondjuk nyilván aztán vágod, én de nem hallottad. Én egy dolgot szeretnék kérdezni, ami engem érdekelne, a tartalom. Ott kicsit megmerevettem, nem fogom olyan értelemben, hanem egy kicsit így megfáradtam magamat, hogy fejbe lősz, meg... Igen, hogy, tehát hogy ez valós? És hogy nem, nem ez nem egy valós dolog, hanem kitaláltam egy sztorit, és így ez így jött magától, és megírtam, ami így eszembe jutott. Bocsánat, hogy belevágok. Én simán elfogadom azt, hogyha valaki egy fiktív dologról beszél, vagy le akarja ezáltal vezetni, stb. Viszont szerintem ehhez kellene egy olyan előadásmód, mert nem éreztem magabiztosnak ezt a dolgot. Nem tudom, hogy nagyon izgulsz-e, azért van, de nem éreztem magabiztosnak. Nagyon izgulok, igen. Igen, mert kicsit nekem is ilyen, amit a Rico mondott, hogy nem tudom, hogy arra akartál célozni, hogy kicsit ilyen túl agresszív volt nekem maga a szövegvilág. Most nyilván valaki ezt szereti, de mondjuk ez nem az én világom, ezzel semmi gond nincsen, csak így megjegyeztem zárójelben, hogy nekem egy kicsit az ilyen túlzott agresszivitás sugallt ez a szöveg. 19-es versenyzőnk, egész jó fazonod van. Régóta rappelsz, vagy foglalkozol? Így komolyabban fél éve.
amikor így elkezdtünk számokat felvenni, meg ilyesmi. És léptem már fel egy színpadon, vagy egyáltalán ilyen zsűri előtt bárhol? Nem soha, de nagy álmom volt, úgyhogy most teljesült. És milyen érzés, hogy ott van veled szemben ez a négy srác, akik ugye már letettek valamit az asztalra? Hát nagyon remektem, bevallom, nagyon izgultam, de csak amikor bementem, akkor igazán. Hát ahogy elindult az alapon, attól kezdve megszűnt a világ, és csak nyomtad? Igen, igen, és termegett a kezem. Miről rappeltél, mi volt a szöveged? Nem volt nagy téma, csak hogy én fel akarok törni, az volt a lényege. Hát végülis abban akkor vagy, hány éves vagy? 16. Akkor bőven van időd, bőven van időd kitörni. Milyen véleménye voltak a srácok a produkciódról? Azt mondták, hogy túl gyorsan rappeltem az alaphoz képest, hogy nem ez a szöveg illett volna, meg a stílusomhoz nem ez a zene illett. De mondtak valami tanácsot, hogy mit lehetett volna inkább helyette? Nagyon különöset nem. Ki mondott igazán jó véleményt? A Hero, amikor az utolsó soromat eltoltam, mondták, hogy nagyon jó volt, az utolsó sor volt a legjobb. Jó, bízunk benne, nem azért, hogy véget ért. Hát remélem. Hogy érzed, hogy lehet ezzel tovább lépni itt? Hát igazából nem toltam el túl sok részben, úgyhogy nem hiszem, nem fűzök hozzá nagy remény, de szél. Tehát ez jó volt itt lenni? Igen, igen. Hát akkor bízunk benne, hogy a jövőben azért még folytatódik ez. Köszi, hogy itt voltál, és további sok sikert neked. Telekdi Dániel vagyok. 20 éves Budapestről jöttem. Milyen művész neved? T-Danny. Bocsánat. T-Danny. Ez ilyen pornófilm színésznél. Zoran. Kicsit olyan. Nem a Danira hasonlít? Amúgy a Danikára. Cserekje Danira. Hát ő Danika. Mivel foglalkozol egyébként? Én egyetemre járok most jelenleg. És biztos, hogy benne vagy az egyetemi kosárlabda csapatban? Nem, de kosaráztam 7 évig. Egyetemi lányokban igen? Azokban is igen, többnyire. Jó, a beszéd hangod az király, kíváncsi vagyok, hogy hogy. Ja, amúgy ezt akartam, hogy jó a hangja. Ja. Nézzük meg. Jó. Hello. Hey. Jó. Jó. Hello, hello. Kezdődjön a meló. Engem nem zavar az tesó, mert most nem rezeg a teló. Mit tudok, mit nem, azt hiszem láthatjátok rajtam a sarkam. Kikopott, de ide értem, hogy magam adjam, azt hiszem látszik. Ez a gyerek nem játszik, erre a szerepe született, itt semmi nem hibázik. Én vagyok a mészáros, a mikrofont őrizd, ellopom a pénzedet, mint a mikrofonod. A többi gyerek csak vegetál. Higgyétek el, jobb a srác, aki veletek szemben áll. Annyit hallasz, amennyit a mic-om neked enged át. Előre kezdhetem? Kiestem a ritmusból. Jó. Hello, hello, kezdődjön a meló. Engem nem zavar az tesó, mert most nem rezeg a teló. Mit tudok, mit nem, azt hiszem láthatjátok rajtam a sarkam. Kikopott, de ide értem, hogy magam adjam, azt hiszem látszik. Ez a gyerek nem játszik, erre a szerepe született, itt semmi nem hibázik. Én vagyok a mészáros, a mikrofont őrizd, ellopom a rivaldafént, mint a pénzedet a lőrinc. Mi? A többi gyerek csak vegetál. Higgyétek el, jobb a srác, aki veletek szemben áll. Annyit hallasz, amennyit a mic-om neked enged át. Fejbe vág a sorom téged, mint Janka az Endre bár. Hey, nem áll, ne csinál, már csak vége lenne már. Nyugi, még egy perc, csak az agyam régen messze jár. Megfogom a sorodat, te nyomjad le a sorodat. De itt nem te győzöl, haver, ez nem az a sorozat. Bocs, gondoltam ma ide beköszönök. Csak magamat adom, nektek nem erőködök. Ha, kérdezik, hogy a rap mire jó, shit. Érkezik a srác, és érkezik a videóklip. Yeah! Sajnos volt egy kis csúszás. A flow az kajak jó. Jó, nagyon meg a hangod is amúgy. Jó, ez a laza stílus. Azért nem tudtam az elején, hogy mi van. Vágod, mert ez BSV volt, egy kis BSV. Én nem hallottam már. Kicsit igen, most egyébként nem ezt a stílust képviselem mostanában, de ezt hoztam el. Ilyen, ahogy lecsattintod a szónak a végét, az ilyen a BSV-nek a rap... Nem, pont a... nem tudom. Kicsit picsa volt, nem? Nem, a rapstar korszakból. Szerintem egy kicsit. Mindegy, tök mindegy, a hangod az király. Egyébként meg a mozgásod, a gatyádat nem értem, de csak azért, mert sportoló, gondolom. És egyébként azt kiemelném, hogy én nem vagyok ennek az ellensége. Szóval a király ez így, csak nem tudom, olyan fura. Szint egyedire próbáltam. Én szerintem egyébként a hangod is jó, a megjelenés is fasz. Szerintem tök rendben volt. Köszönöm. Én egyet még, bocsánat, mondanék, hogy a jövőben szerintem kerüld a Telo, Hello, Melo rímeket, mert ezek ilyen alaprímek, de amúgy ezen kívül jó volt a produkció, egybe volt, nekem tetszett.
Hát már a 20. versenyzőnél járunk. Hallgattad az előtte levőket, mert ugye itt ki lehet hallani. Hozzájuk képest, hogy érzed, hogy milyen volt a te produkciód? Hát én úgy gondolom, hogy a maximumot tudtam teljesíteni, ami tőlem telett, nagyon izgultam. Úgy gondolom, hogy voltak tőlem jobbak, rosszabbak. Igazából próbáltam a maximumot beleadni, ami tőlem telett. És milyen érzés így a íróik előtt egyébként, akik nyilván ebbe a szakmába az elég előjárnak? Hát nagyon izgalmas volt, hogy először is így személyesen láttam őket, aztán ugye így, hogy úgymond nagyobb közösség előtt kellett úgymond előadni a rapemet, az így még jobban feltuning volt, és nagyon izgultam, de egyébként nagyon jó volt őket látni. De amikor már bent vagy a fal előtt, és megy az alap, akkor kicsit már az úgy elengeded jobban magad, vagy még akkor is tart ez a feszkó? Akkor is tart ez a feszkó, csak próbálom legyűrni, hogy nem, de sajnos előttörik. Jó, és milyen véleménnyel voltak rólad a srácok? Vegyes, kaptam jót, rosszat is, de a rosszat is jó felirányítom, mert ez az én javam. Észrevették a hibáimat, amiben hibáztam, és azon a későbbiekben is próbálok javítani. Hát akkor végülis az a lényeg, hogy bármit mondanak, azt pozitívként fogod fel, mert ugye építő jellegű az egész történet. Persze nem veszem sértésnek, mivel azért szakmában azért elég magasan vannak, és úgy gondolom, hogyha azt mondják, hogy jó, akkor jó, ha azt mondják, szar, akkor szar. Tehát... És egyébként régóta rappelgetsz, vagy gondolom hallgatással kezdődött rap hallgatás, és akkor úgy jött egy ilyen ötlet, hogy kéne ezzel foglalkozni? Hát igazándiból 8 éves korom óta mozgat a rap szakma, de viszont komolyabb szinten úgy, hogy stúdiózom is 3 és 4 éve körülbelül, hogy így komolyabban tudom. És miről rappeltél, mi volt a szöveg? Hát úgy fogalmaztak, hogy kicsit durva volt, de próbáltam igazából az utcát belekeverni, az, hogy színészek az emberek, hát agresszív volt. És de attól, hogy volt benne csúnya szó? Csúnya szó nem volt benne, hanem inkább csúnya szóra utaló dolgok. Jó, értem, tehát utaltál végül is rá, hogy ez lehetne, vagy ki lehetne fejezni durvábban is. Mindegy, összességében bízunk benne azért, hogy jó volt, és akkor meglátjuk az eredményt. Köszi, hogy itt voltál. Szerintem a legerősebbek, meg ő is jó volt. Most az utolsó. Tib, hogy hívták? Tideni. Pornófilm gyerek. Ja, meg a Nixon. A Nixon is jó. Nekem a Nixonnak a szövege picit alap volt. A Nixon meg a hangszíne szerintem nagyon jó. Az geci volt, meg az erő, meg a kiállás, pacek, minden, az fasza volt. Ilyen picit ércesebb. Ja. De az én az nagyon elvitte, baszki. Csak a neve az fura. Miért szerintem tök jó? Rendületlen, zendületlen. Hát az betegségem. Teljesen egyedül. De hova írt ki? Hát abból Erzé lesz úgyis. Erzé. Ja, vagy valami. Tényleg nem azt mondta? Erzé, nem, az valaki más volt az Erzé. Az Erzé. Rendületlen, vagy mi volt a neve? Rendületlen. De jó, hogy holnap már nem lesz itt a Rikóhám. Ja, kaja. Nekem mondott tesó. Most csak jó mozgatok vele. De nekem már mondom, elbosztott az egész évemet. Az a szar, hogyha ketten vagyunk egy csapatban, Ádám meghívja, tudod, nekem semmi kedvem itt. Semmi kedvem. De rohadt szemét. No, hát hogy érezted magad bent a fiúk előtt? Kicsit izgultam, de semmi olyan, amit ne vártam volna igazából. AK rajongó vagy egyébként? Nem mondom, hogy rajongó vagyok, de hallgatom a zenéket egyébként, igen. A rappel mióta foglalkozol? Hát körülbelül 4 éve, komolyabban. De úgy, hogy lépsz is föl itt-ott? Nem, eddig 2 vagy 3 fellépésem volt csak összesen. És így a srácok elé bemenni, és elnyomni azt a kis szöveget, amit írtál, az úgy milyen érzés belül? Hát megtisztelő, hogy itt lehetek, és hogy meghallgathatom a véleményüket. Remélem, hogy tudok belőle majd építkezni később. Mit mondtak egyébként itt így a produkciód után? Hát Rigó megjegyezte, hogy érdekes nadrágom van. Egyébként megmondta, hogy most sokan mondták, hogy jó a hangom, és hogy jó a megjelenésem, és az előadásmódom is, a ritmus érzékem is rendben van, úgyhogy hát örülök neki. Hát, tulajdonképpen jókat mondtak, akkor lehet ezzel előrébb jutni, úgy érzed? Úgy érzem, hogy igen, meglátjuk, mit tudod. Gondolom nyerni jöttél. Természetesen igen. Mégis te hülyeséggel idúli más célból. Bízunk benne, hogy összejön, és akkor további sikereket neked is, és köszi, hogy itt voltál. Épp zajlik a Rap Number One AK26 tehetségkutató rap versenye, és hát nagyon elfoglalt itt a zsűri egyik tagja, Gianno, aki hát ma végighallgatott jó sok hát ilyen várományos rap énekest, akik
sikerdíjra várnak. Milyen volt a mai felhozata? Hogy érzed, hogy van konkurencia közöttük? Van olyan, aki esetleg tényleg elindulhat, és jó szívvel ajánlanád egy falunapra? Van-e ilyen? Hát, nagyon megijedtünk az elején, mert az a fő hiba itt a legtöbb előadónál, akiket hallgattunk, hogy rengetegen elcsúsznak az alaptól, úgyhogy ilyen nagyon durva ritmikai hibák vannak. Én nem is gondoltam egyébként, hogy ennyi el lesz, mert ugye a repzenének ez az egyik alappillére, hogy ilyen ne legyen. Szóval nagyon sok volt, de egyébként elég sok jó, nem mondom azt egyébként, hogy így a mai nap végre elég sok, de egy 4-5 olyan tehetséggel találkoztunk, akikre azt mondjuk, hogy itt van potenciál bennük, és nem voltak rosszak. Volt olyan igazán pusztító, akire mondjuk a biciklit se bíznád rád? Volt olyan is, aha. Hát én most kiemelném az Aljas nevű srácot, őnek ez a művész, hogy Aljas. Őt szerintem a közönség be fogja juttatni, így lehet, hogy a döntőbe is, mert ő, nem mondom azt, hogy nagyon profi rapper, de viszont hatalmas a fazon. Úgyhogy így pacekba, meg így rappel és szövegvilágba elvisz mindent. Úgyhogy ő ilyen nagyon bolond fazon volt. Meg voltak, sok rétű volt egyébként, voltak komolyabb szövegvilággal rendelkezők. Ilyen bolond szöveg egyedül az Aljasnak volt, de ő neki nagyon jó volt. Úgyhogy szerintem egy ilyen 4-5 előadó biztos tovább jutó. Vagy biztos, hogy sok szavazatot fog kapni. De azért jó, ha van egy-két ilyen kicsit őrültebb fazon, mert azért csak a közönségnek készül ez a műsor is, és azért ugye mivel azt mondod, hogy valószínűleg a közönség fogja őt azért tovább juttatni, nyilván szimpatikus lehet, hiszen ez a kicsit ilyen deviáns magatartás azért manapság elég ilyen divat, nem? Igen, hát hogyha néztük ezeket a tévében futó tehetségkutatókat, ugye legalábbis én személy szerint meg sok barátom addig néztük, amíg a casting volt, mert ott volt ez a nagyon sok hülye, aki lehetett röhögni. Úgyhogy én nem bánom, hogyha ide jönnek olyan előadók, akikkel lehet röhögni, de természetesen ilyen komolyabb kategóriájú rappereket, MC-ket is szeretnénk itt megismerni, illetve bemutatni az embereknek. Úgyhogy tök vegyes a téma, remélem, hogy így lesz a következendő pár napban is, amíg itt folytatjuk ezt a műsor forgatást, úgyhogy bízok benne, hogy ez így fog működni. De még egy gyors kérdés, az így hirtelen most jutott eszembe, hogy ti annak idején, én ezzel nem vagyok tisztában, ti is voltatok tehetségkutatón? Gondolom azért ez ilyen, ebben a rap körben azért úgy viszonylag gyakran van. Hát vannak ilyen rap tehetségkutatók, ezek közül mi egyiken sem indultunk, anno volt a Fila Rap Jam, amit az Animal Cannibals csinált, illetve volt egy csomóféle kezdeményezés, de mi soha nem indultunk el ilyenen, nem tudom meg olyan miért, ilyen tévés tehetségkutatóba direkt nem mentünk, mert én úgy gondoltam, illetve úgy gondolom, hogy mondjuk most már annyira nem, de abban az időben én azt mondtam, hogy az nem illik oda, amit mi képviselünk, ez a stílus, ez a rap zenei stílus, ez nem illik oda. Mondjuk most teljesen meghazudtolom magam, illetve nem magamat hazudtolom meg, hanem most már azért ugye látszik, hogy például az X-Faktort egy rap zenei duó nyerte meg, úgyhogy most már ez nem így van. De én például abban az időben, amikor mi így aktívan elkezdtük az öcsémmel csinálni 7 évvel ezelőtt, akkor is voltak ilyen jellegű műsorok, de én ott cikinek éreztem volna azt, hogy én egy rap zenével elmenjek oda. Nem tudom megmondani, hogy miért, de valahogy így éreztem, és hogy mindig tartottuk magunkat, hogy ilyenekkel mi nem indultunk el. Na jó, hát ez igazából csak azt igazolja, hogy a rapzene az maga egy népszerű, és egyre többen fordulnak felé. Én igazából csak azért kérdeztem, hogy ti voltatok a jelen, hogy milyen érzés beülni akkor egy zsűribe, mondjuk egy ilyen versenyen, de akkor nyilván ti, ha nem voltatok versenyzők ilyen versenyen, akkor amit elértetek az kapcsán vagytok itt a zsűribe, és hát bízunk benne, hogy tényleg még a következő napokban is lesznek jó előadók, akiken lehet nevetni is, meg valamilyen produkciót hoznak, amivel meg is lehet majd nyerni. Hát akkor GNU elmondta a véleményét az első etapról, és hamarosan jön egy következő zsűritag. Na, két zsűritag már elmondta a véleményét a mai kis felhozatáról, te hogy látod, hogy itt van a győztes ezek között, akik már szerepeltek? Hát szerintem korai lenne még győztest mondani, de látok valakit, aki nagyon esélyes lenne rá. A Zeno szerintem nagyon erős, szerintem ő a legerősebb így az első nap végére. Volt a Nixon is, illetve az Aljas egy ilyen mém gyerek. Ők nagyon tehetségesek szerintem. Én szeretem azt, amikor valaki szakít a rap
hagyományaival mondjuk, és valami újat kitalált. Például az Aljasnál ez, hogy ilyen poénokat nyomott, mémeket, illetve kifigurázta így az egészet, meg azok bejönnek, illetve a Nixon pedig pont amúgy az ellenkezője, hogy nagyon kőkemény reppet nyomott, pörgetett, megmutatta, hogy van flója, van tehetsége. Ennyit tudnál mondani mai napról? Még kellene mondanom? Hírótól kérdeztem, és ő szépen megválaszolta, hogy azok voltak-e itt ma, akiknek itt kell lenni, vagy csak azok, akik mit tudom én eltévedtek, vagy nem tudják, hogy éppen merre kéne hazamenni. Te hogy érzed, hogy azért azok jönnek, akiknek tényleg itt a helyük, vagy tényleg igazából nem tudnak mit kezdeni a szabad idejükkel, és úgy gondolták, hogy itt megpróbálnak egy kicsit reppen, és titeket élőben megnézni? Szerintem ez vegyes amúgy, mert például voltak, akik úgy jöttek ide, hogy azt gondoltam, hogy első ránézés, hogy megszólaltak, izgultak, hogy nem lesz jó feltétlen, illetve ilyen bizonytalanak éreztem, hogy csak úgy megjelentek. Aztán mikor megszólaltak, akkor azt mondtam, hogy fú, ezt nem gondoltam volna. Aztán volt olyan, akire ránéztem, és azt mondtam, hogy ennek tök jó a kinézete, az image, ha lehet így fogalmazni, illetve össze van rakva, ahogy ránézek a megjelenés, de aztán, amikor megszólalt, akkor úgy voltam vele, hogy ezt nem kellett volna. Tehát, hogy nem feltétlen van mindenkinek önkritikája. Na jó, csak ugye maga műfaj elég népszerű, azt azért gondolom, hogy egyre többen fordulnak ide. Még egy utolsó kérdés, hogy te úgy szereted az AK-t, vagy csak inkább a zenéjüket? Lehet poént is nyomni? Ja. Szeretem az AK-t. Nem szeretem az AK-t, se emberileg, se zeneileg. Zenéjük se jó? Nem igazán, nem is tudom, milyen zenéjük van, ki a producerük, mert rémgyenge, amiket nyomnak. Főleg az alapzenék, meg a keverés az annyira borzasztó, hogy adhatnak ilyeneket. Hát ha ők lennének a versenyzők, mit mondaná nekik? Soha többet ne erőltessék ezt. Ez fú. Jó, hát akkor majd megnézzük, hogy a következő nap mi fog itt történni. Köszönjük, hogy itt voltál és eljöttél. Elmondtad a véleményedet. És itt van velünk a zsűri negyedik tagja is, Rico. Milyen volt a mai nap? Hogy érzed? Jó a felhozatal, ügyesek a srácok, vagy van, aki inkább valami mással foglalkozzon? Nagyon tetszett. Mindenképpen van, aki mással foglalkozzon. Mondjuk a Hiro. Ezt már mondtam én is neki, de... Amúgy nagyon bejött maga a feeling, ahogy ezt itt összerakták a srácok, tehát hogy ez minden tisztelet, tudom, hogy honnan, meddig jutottak el, és tök jól éreztem magam, hogy egy ilyenben részt vettek és zsűrizhetek, és igazából most ezt, hogyha így mondhatom, rohadt megtiszteltetés. Valamikor én is ilyen srác voltam, mint ezek a gyerekek, akik bejöttek majd be. De te is voltál ilyen tehetségkutatón egyébként? Én voltam, egyszer második lettem egy tehetségkutatón, és az hip-hop... Az hip-hop vonal volt, és második lettem, és tök elkeseredtem, hogy miért második vagyok. Úgy éreztem, hogy aki első lett, az ismertem a gyerekeket, meg a zsűri tagokból is ismertem embereket, és úgy éreztem, hogy ilyen protekció alapján lettek első. Tök mindegy, gyerek voltam, 16-7 éves voltam ilyen, de soha nem mennék. Azért más beülni zsűribe, és akkor őket így ugye meghallgatni, véleményt formálni róluk. Én nagyon csíptem, és próbáltam arra figyelni, hogy ne legyek nagyképű, tehát hogy ne degradáljak le senkit, de hogyha valami rossz, akkor az rossz. De amúgy sikerült megmaradni, nem nagyképűnek? Úgy érzem, hogy igen, de hát majd vissza lehet nézni. Tudod, a zsűritag, másik zsűritag, a Hiro, tudod, a szakállas. Ő sokat mondott így a fellépőkről, hogy nagyon ügyesek, meg furcsa szövegvilágok voltak. Te hogy láttad? Mert ugye én itt a készülteknél láttam, hogy te sok pontot felírtál magadnak, hogy mi alapján fogsz zsűrizni, mi alapján fogsz véleményt alkotni. Hogy maga a szöveg, az neked mennyire volt mondjuk ilyen trendy, vagy kicsit avittas? Már ha tudod a szót, igen. Nem tudom azt volt, hogy mit jelenne arra, hogy... Nem, a Hiro mondta az első körben, hogy ne vagyok már neki külföldi szavakat. Le. Na majd vágjuk. Szóval, én nagyon szövegcentrikus előadó vagyok, nekem rohadtul fontos az, hogy milyen egy dalszöveg összetétele, hogyan áll össze a rímpárok, a tartalom, mennyire összefüggő az első két sor után következő második kettő sor. Voltak ügyes gyerekek, de itt inkább a flow-t emelném ki. Tehát akire én azt mondom, hogy hú, baszki, annak a stenke
volt olyan, amire azt mondanám, hogy, hogy ez igen, mert hogy színpadképes a produkció. Na, mert láttam én is itt az interjú folyamán egy-két fazont, akinek tényleg így a hölgy is például egész jól nézett ki. Én nem hallottam sajnos a produkcióját, hogy az egy dolog nyilván legyen egy megjelenés, az ugye ebben a műfajban eléggé fontos, vagy én úgy gondolom, hogy aki színpadra áll, az ebben a műfajban azért picit legyen különc, hogy itt megvolt az a dolog, hogy valaki jól nézett ki, vagy volt egy fazonja, és hozta azt, amit mondjuk a fazonja így sugallt előre, vagy teljesen ilyen, nem volt meg a kontraszt? Megvolt. Mármint azt, akit így ki tudnék emelni, de az a baj, hogy még mindig őt is csak úgy tudnám kiemelni, hogy követ valamilyen trendet. Illetve azt nagyon fontos leszögezni, hogy onnantól kezdve tudsz jól öltözködni, hogyha van lóvé. És amíg nincsen lóvé, bár a stílus az nem pénzbe kerül, én úgy gondolom, tehát lehet olcsóbb ruhákból is felöltözni úgy, hogy legyen egy egyéniséged vagy egy stílusod, de mindenképpen ez látható egy előadónál, aki elkezdi valahol is, ahogy fölmegy, hogy egyre jobban öltözködik, egyre jobban néz ki, mert egyre többet tud belefektetni abba, hogy a saját image összeálljon, illetve kiforni. Itt a gyerekeknek a nagy része 17 éves volt. 17 évesen egyértelműen valamit követsz. Az rendben van, de én úgy érzem, hogy a maga tehetség az azért csak megcsillan, hogyha úgy áll ki, ha van benne egy kis kraft, ahogy az egész dolgot. Igen, pontosan. Az abszolút. Nem tudom, 2-3 olyat tudok kiemelni, akinek így valami bizsergetés van körülötte. Az aurájában lehet érezni azt, hogy ő valamire vihetné nagyon sok munka árán. Tehát, hogy az édes kevés, hogy valaki ide eljön és lazán lenyom valamit, és maga biztos meghatározott, rohadt sokat kell gyakorolni. És az, hogy tudatosan felépíts egy image dolgot magad köré, vagy magadról, egy képet kialakíts, az is rengeteg munka. Úgyhogy ez hosszú évek. Jó, hát akkor majd meglátjuk, hogy a következő körbe milyenek lesznek a srácok, lányok. Rico volt a zsűri egyik tagja, illetve hát énekes, tánzdal énekes, mint én. Jó, mint...